keresni kéne egy helyet, ahol letelepedhetünk. Mondjuk nem kéne messze menni alapvetően, mert itt fogunk meghalni, mert biztos vagyok benne, hogy azzal fogjuk kezdeni, hogy meghalunk. Tehát én így elárulom az első éjszaka, de szerintem az első éjszaka. Igen, az időm nagy részét így holtan fogom tölteni, erre készüljetek fel. Hogyha nem szeretnétek a haláltusámat nézni 0-24-ben, akkor írjatok egy kommentet, hogy Kozi videózzon. És küldjetek neki pénzt, hogy vessen egy új gépet, mert a jelenleg éppen nem igazán bírja a videózást. Na, ezeket meg is nézem az FPS számot, most ülik a majom a vízbe. 20! Na! Melyiket is kell megnyomni? Nem ezt... Ezt nem tudom, mit csinált. Ezt. Na, elmegyek, keresik egy helyet a háznak, mondjuk arra. 28, az jó. Az jó. Na, jó. Nem estem rá. De ne arra! Kozi! Ne arra? Merre? Arra van egy szakadék a térképen. Tudom. De én nem szeretik itt szakadék mellett lakni. Jó, akkor menjünk arra. Akkor kövess. Nem tudok menni igazából. Már jó, tudok menni. Nem tudok futni. Ennek a tombnak a tetején akár lehetnénk is. Veszem azt, hogy jó. Itt meg egy víz van. Várjál. Nem, a víz nincs. Engem zavar a víz. Itt például. Ja. Jó. Itt erre ehhez a területhez mit szóltok? Ez kiváló lesz. Na. Igen, láthatjátok a gyönyörűség, ez ki nem... Na igen. El szeretnék... Jaj, de... Pú, de görcsöl a lábam. Jaj, forró a képház. Inkább nem teszem rá a lábamat. Szóval... Itt van egy följebb, egy sokkal jobb, laposabb terület. Igen, teljesen mindegy. Jó, majd ott kilapítsuk. Csak ne legyen szakadék. Akkor hol vagy? Hát igazából... Jó, itt. Jó, akkor itt leszünk és kész, nincs több videó. Egész nagy szép lapos. Igazából teljesen mindegy, mert úgyis... Létszős, dobd le. Ja, akkor itt leszünk, ez nem a lenti. Igen. Jó. Nem a lenti, tök mindegy, csak letettem egy ládát, nem... Viszont meg fogok hallani. Ott láttam egy kis bányaszerűséget, oda lemegyek és hozok némi követ. De ülbe vegy egy szár. De várjál már, ez nem, nem... Te arról volt, hogy ez az éjség engem nem fog lesebezni halálra. Basszusod, de az éjség engem nem szabad, hogy lesebezzen halálra. Az nem már, de ez szívecském van. Megyek feléd, nézd ide, vedd fel az utcaimat. Élek, várjál, még élek, azt még. Nem, az fél szívig fog lesebezni, és annál tovább nem. Az vagy éjség. Aha. Nem, az éjségnek a felé kéne lesebeznie, én úgy nem. Ekkor 7-ben módosult, azt hiszem. De... Faszom módosult már, bocsánat. Na jó. Don't káromkodni. Jó, don't káromkodni. Elalakul ezt a ház, mert sokkal kevesebb falnyak kell hozzá. Le kell tűnöm. Hát, jó. Csinálok kardot, neked nem is. Nem lesz annyira elalakul, mint amennyire akár lehetne, de... Elalakul. Ja igen, szóval ups, 3 kardot csináltam, jó, mindegy, nem baj. Viszont akkor most megyek és megölök valami vételen, szerencsétlen élőlényt, aki csak így lófrált és úgy gondolta, hogy ez is egy ugyanolyan eseménytelen lap lesz, mint viszont visszajöhetne az a rohadt térkép! Szóval azt gondolta, hogy ez is egy ilyen eseménytelen nap lesz, és aztán egyszer csak talál a fejében egy kőkardot. Hát igen, kellemetlen lehet, ellenben én éhes vagyok, és azért bármi... És hozzá nekem is tolját? Hát, nagyon szépen megkérsz. Légy szíves, komolyan hoz nekem kaját. Szívesen hozok neked kaját, Kozi. Jaj, köszönöm szépen. El fogok tévedni térkép nélkül, szóval nem megyek messzire, csak ide a spawnhoz. Ja, igen. Hát. Jó, nagyon nagy vészesítén tudunk TP-zni, de ez az egy, amit megengedünk, hogy valaki nagyon eltéved, akkor tud, hogy a TP-zhet ennyi. Illetőleg... De nem tud, mert ki van kapcsolva a chat. Igen, kikapcsoltuk a chatet, hogy ne essünk kísértésbe. Hogyha... És nem fogjuk visszakapcsolni. Jó, akkor nem fogunk tépézni. Akkor valaki majd nyom egy per kill-t, és majd... Nem, ahhoz is izé kell, de... Tök mindegy. Nem baj. Akkor nem egy szakadékból. Akkor megöljük magunk. Igen, tehát ez a másik opció. Itt mindenféle csúnya dolog lehet, de azért én most megkockázhatom. Már mi fél szívecskével nem sok vesztenivalóm van. Csak az életem. Egy pillanat, áthelyezem a sütőt, addig kiszedem belőle a... Szeret meg a kucsit, jó? Kiszedtem. Oké. Okay. Ugyanerre a helyre kerül, nem a sarokba kerülnek, de... Jaj, este van. Kerülhet ugyanerre a helyre is részben. Este van. És ez így nem jó. Mármint... Jó, mindjárt emelek egy viszont van egy bárány
borít burkolat, egy bárány burkolat, hogy hívják azt, ami a bárányokon... Ah, igen, kültakaró. Bárány kültakaró, az az gyapjú. Bárány burkolat, ember! Jó van, na most... Oh. Nem mondod. Sok skifit nézek, és... Ha jó buja, mondjuk ezt skifire nem foghatom azt, hogy hülyén fogalmazok, de most mégis megpróbálom. Mert azért jó dolog, hogy az ember tudja valamire fogni a hülyeségét. Fogalmazatlanságát. Gácsotváz! Háj, nem kéne, nagyon nem. Most kellene bányásznom, gyerekek, azt kell, hogy mondjam. Na jó van. Itt van valami fény, de... Muszáj megnézzem? 9 követ szednem, mert... Véletlenül kiütöttem a sütőt, ez nem 8 fét. Elcseszed a sütőmet? Igen, elfelejtettem, hogy ha kézzel ütöm ki, akkor nem adja vissza. Miért, hogyha kézzel ütöm ki, akkor nem adja vissza? Kézzel ütöm ki, akkor... Na, zombi! Vigyázz! Várjatok már! Itt van egy segíts, fákja. Segíts, komatya, please! Légy szíves! Találtam fákját. Mármint csak így tök spontán. Hallod? Nem tudok mit csinálni, rohadt messze vagyok. Éppen a bányámat keresem. Ja, nem tudom, hogy hol van. Meg fog halni. Viszont figyelj, már tényleg találtam követ. Mármint így magát, vagy követ, de hogy nem követ, találtam... Jó, a ház közepén akarok meghalni. Most újonnan épülő házam közepén. Nem is figyelsz rám, találtam spontán két fákját. A földön. Mármint így két fákját. Az így szokott lenni? Vagy nem jellemző igazán? Ahonnan nem ismerem az 1.7-et, de azért... Elvileg nem tudom. Szokott lenni. Elvileg nem tudod. Fogalmazni. Összából... Ezek a nyersanyjuk nem spannolnak vissza, ugye? Nem. Jó, nem, amúgy értünk mi a Minecrafthoz, csak itt... Kicsit... Na. Szóval kicsit... Jó, én az 1.7-et nem ismerem annyira, hogy tudjam. Jó, 1.7-ben azért nem jöttek be ilyenek, hogy hatalmas vagy repülő izék jelenek meg spontán a mepek felett, és megölnek. Tehát azért ilyen dolgokról tudnánk, hogyha betettek volna. Vagy mondjuk Ender Dragon spawnol a normál világban. Meg fog meg... Nem hiszem, hogy nincs időm egy kardot kiasszolni, mert addig megöl ez a 9 zombi, ami ott áll. Van nálam kőkart, neked is csináltam. Jaj, de jó, hát én annyira örülök ennek, hogy nagyon rendkívüli módon. Nem igazán valaki rohadt, segítsen, életlenül nem tudom befejezni a házat. Az alapjáig jutok el, mert megölnek a morgunk. Gyere ide és kapsz tőlem kardot. De egy bányászatra foglalkozom a helyet, hogy vénynek csinálok. Én is így rendkívül meg fogok halni. De a sorozatnak az életét. Jó? Ott van nálam, tehát ott van a holttestemnél valahol. Hú, sikerült, hogy van. A cucc el... Egyébként ez a spam hely, ilyen kicsit. Jézus Isten, hány zombi van. Jó, legalább egy. Na jó, leteszek egy waypointot, mi egy lesz érkezésemre. Tedd le a fákjákat is. Jaj, nem, másik irány. Ott a ház, jó, valántom a házat, én kis szép szíveske alap. Mármint hú, annyira szíveske, amennyire a Minecraft-ba lehet szíveske alap. Van, találtam kőkarnokat, meg ilyeneket, biztos te voltál. De nálad vannak a holmiaim? Nem, fel sem szedteni őket, látom. Nem szedteni őket, igen. Nézzük az én cuccaim, ez nem jó. Most már felszedtem, mert nem hagyhatom ott, tehát 5 percig beeltűnik. Jó, de én már így tudom magam. Pöcs! Szeretném magamat megvédeni a visszatúcsomat. Meghaltam, ott van a holtestem, nézhet fel. Kőkart. Jó, most felszedtem az összes cuccodat, minden. Miért van itt ennyi nyangat zombi? Van nálam két fákja, azokat találtam. Miért kell a sorozat első részének akkor állnia, hogy zombikat gyilkolászunk? Mármint, hogy a zombik gyilkolásznak minket. Most nem mondod, hogy felrobbantál. Nem robbantam. Mert akkor a cuccaim is elvesztek. Viszont elég messzire elvesztek. Állok 10 feet, verve. Jó, valaki állítsa el az esőt most. Ki? Csináljon ki? Reggelt. Mi a... Mi a rohadt szar ez? Mi a... Ez mi volt? Mi a szent szar ez? Hallod, ez egy gasz volt?
mi ez? Nem, ez valami idegbeteg nőszemély, akit éppen kínoznak, annak is sikítása. Vagy egy gáz, nem? Elveszett minden cuccom. Ne! Veszem a bányába, ne! Nem, egy gáz nincs. Elveszi, de apuf! De gázok nincsenek a normál világban. Nincsenek. Vagy egy pont edes újítás lenne ez is? Hát kétlen. Mert azért elég félelmetes, tehát így azért ez így... Ezek csak nem kéne már. Estek rám a zombik, most nem vagyok a gödörben, megint megfúgva. Elisztem el. Itt sikítozik valaki. Csináljon valaki valami... Jó, én most fogom visszakapcsolni a csetet ebben a pillanatban. És átállítom. Most ezt bocsássatok meg nekem, de pont annyit fog. Hozi a cuccaimat, keressed meg, rögvest. Meggondoltam magam. Mégsem akarok kijönni ebből az UFO bunkerból. Na jó, állítsd le, légy szíves. Nem mondom, hogy békésre, de könnyűre. Nem veszem el, könnyűn van. Könnyűn van. Könnyű az easy, mert mindjárt átállítom, csak jelenleg három zombival harcolok, miközben próbálok a menüben matatni. Szabad kézzel, mert elvetted a cuccaimat. Nem vettem el, te tüntetted el az én cuccaimat. Először te vetted el az enyémet, aztán meghaltál, akkor én felvettem a fiaidat. És elvitted valahol a picsába. Amiket én elvittem, te viszont elvittem az enyémet, és aztán azzal meghaltál. Tehát most elveszed az összes faj, és nem tudom befejezni már. De miért? Ez nem csalás, ez valami... Bastard! Jó, ne menj a ház közelébe. De a cuccaim, de hát minden cuccaimat rohadt vasat szereztem. Biztos, de állítsd már meg külön a létszves. Állítsd meg békés. Első éjszaka, legyen békés. Vagy legyen nappal, igen. Akkor viszont, ha már nappal csináltál, akkor ne állítsd békésre. Na figyelj! Először is. Még én meg akarom csinálni a házat úgy, hogy legalább két blokk magasak legyenek a falai, hogy ne tudjanak a zombik bejönni rajta. Én meg rohadt kíváncsi vagyok arra, hogy miért hallottunk gázt hangokat. Hát igazából az engem is érdekel, és most megmondom őszintén, picit ideges vagyok. Szerintem, nem tudom, hogy majd valamikor a következő részben utána járunk. Vagy szétnézhetnénk kreatívban, hát ha van itt egy gázt. Nem nézünk szét kreatívban, először megnézzük, hogy 1.7-be betették a gáztot, bár nem túl valószínű. És hogyha betették, akkor nem nézünk szét kreatívban, de hogyha nem tették be, akkor viszont itt komoly problémák vannak. Hát ha nem tették be, akkor itt valaki szivatott minket. Ki? S kaktusz, miért? Biztosan kaktusz. Kaktusz. Igen. Na, a videó szünetében megnézem a szerver naplót, hogy nem jött-e föl, mert ilyenek ki van kapcsolva a chat, nem látjuk, hogyha megjelenik a játékban. Aha. Kell. És ezt kihasználva simán feljöhet. Ide rögtön gasztot, és... Nem tudom, mennyire érzékeny a mikrofonom, hogy belehallatszódnak a háttérbe a szobában, szerintem nem. Vagy de? Remélem, hogy nem egyébként, mert néha beszoktak jönni azért pár dolog miatt. Nem baj, csak ki ne hallatszódjon be. Viszont most már tényleg ipari mennyiségű földem van. Jó, hát nekem tényleg. És nekem is. Viszont itt vannak dolgok. Konkrétan láva. Ott van vas. Na, akkor én azért most leugrom. Mármint nem leugrom, képletesen ugrom le. Jó, feltétlenül. Habár nem biztos, hogy képletesen ugrom le. Ha lelök valaki, akkor nem képletesen. Azért elők jól lesz senki, tehát azt azért nem kéne. Jó, biztos, de hogy kirökne le, én házat építek. Te meg nem, de más meg elvileg mit viszel velem. Ha csak, nem a gáztok. Hát a gáztok, de azok miért lök. Ó, csinált a sütőt, de jó. Igen. Sikeresen tönkretettem az előbb. Te annyira béna vagy. Nem, elfelejtettem, hogy ha kiütöm szabad kézzel, akkor nem adja vissza a követ. Kozi, ezt látnod kell. Hol vagy?
kapcsold vissza a csetet és tépész rám. Ó, nekem bekapcsolom arra a csetet. Na se baj. Per T... Nem, mondom per T... Ez mi a jó büdös szar? Már bocsánat, hogy káromkodom. Ó, ezek vidős fejek, és a bányában. De miért vannak vidős fejek a szakadékban? Szerintem ide azért ez egy eléggé alapvető kérdés. Ide szól sem, miért? Szerintem azért nem menjél le. Jó, ide de rakok egy ilyen kisebb föld. Itt. Sőt, nem. Csinálok egy waypointot, azt én lerakom. Hát, ha újak jelennek meg. És üdvözlök mindenkit, én Komatya vagyok, és az is velem van, és igen nagy problémák adódtak. Először is utána néztünk egy-két dolognak. Igen, utána néztünk. Nagyon rossz híreink vannak. Ez itt nem spannol normál világban. Gasztok sem spannolnak normál világban. Normál világban nincsen olyan vízbasztalaj. Szóval sem. Az. Magyarul lélekhomok. És kaktus sem volt fent a szerveren, sőt, senki más nem volt fent a szerveren rajta kívül. De, hogy megbizonyosodjunk erről, én most meg fogom nyomni. A tabot. Nyomd hosszan a tabot. Tabot? Tab. Aha. És akkor látsz, hogy ki van fönt. Ez a játékos lista? Igen. De nincs fönt senki. Én már... Pozitomatja. Többször lett fogunk pozitulnak. Jó, hát nyilván nincs fönt senki, hát senki más nem tudja az IP-t. Ezt hova tegyem ezt a cuccot? Teszem ide. Vigyorog ránk. Tudjuk, hogy... viszont mit csináljunk? Mert elég, szerintem úgy érzem, hogy elég beteg dolgok történnek itt, erősíts meg, hogyha... Egyébként nem gondolod. Tévedsz. És... Nagyon furcsa dolgok történnek itt, és igazából nem értem, hogy ez miért. És semmiképpen semmi kéne lennie ennek. Mit hát csináljak? Csináljak velvérnet, mint... És az a baj, hogy sötétedik. És a ház még nincs kész. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Jó, akkor ki fog telni két kard, nem? Nem baj. Majd Kozi még hoz nekem vasat. Nem fog ki telni két kard, akkor csak nekem lesz kardom. Jó, nekem van egy fakardom. De most kapsz egy melvértet. Jó, köszönöm. Egy vas melvértet. Hát el és marad... El kéne fát vágni. Egy darab vas, tessék, oda dobom. Már nem bent vagyok a felekaját, és csinálunk egy horgászbotot. Nem tudom, hogy hogyan kell, de 1.7-es újítás, és ez biztosan létező 1.7-es újítás. Igen, erről tudunk. És... nem vagyok benne biztos, de lehet, hogy még egyszer meg kéne nézni azt a helyet, ahol ezt találtuk. Csak ki tudom nyírni ezt a rohadt Twitch-et. Addig üzölgettem egy pókhálóval, amíg meg nem dögöllik. Ups, belaggoltam. Mekkora szerver lag volt? Ezt kéne egy szétpüfölni, el kéne verni a szottyat seggét. Nem beszélünk csúnyán. Köszönöm. És mit kaptam tőle? Elmondom, semmit. Tehát így tök kedves azért volt. Azért érdemes volt őt megölni. Hölgy, ja. Jó, igazából mindenhogy érdemes volt megölni, tehát... Viszont tönkéletet a házad. Az nem én voltam. Ezt már leszögeztem neked. Nem baj. Bazsa Rózsa. Bazsa Linnyo. Azt hittem, hogy azt mondom. Bejesse vagyok... egy creeper! És jön mögötted egy zombi. De nálam van a kardom. Meg akartam csinálni. Kinyírom a creeper. Menj onnan. Hát most... Na jó, figyelj! Reggel visszamegyünk oda, ahol találtuk ezt a vidör csontvázat. De nem tudjuk, nem éljük meg a reggelt, ha a ház tönkre ment.
azért akartam minél gyorsabban visszaérni, hogy be tudjam falazni földdel, de addigra te pont eltűnt. Kéne egy föld alatti fafarm, bár jó, eléggé. Itt ez mi? Ez elég. Újabb hülye világgenerálásra meg. Szóval... Ezek a szerverek tudnak ilyeneket. Nem, ezt én generáltam egy játékosban. Vagy nem? Nem, szerintem ezt én hagytam, hogy ő magának legenerálja. Aha. Van nálam is 6 tölgydeszka. Jó, ez a... Sokat érünk mi. Ez a... Akkor én meg hozok követ. Jó, kétszer sokat. Hozok követ, és még 12 deszka, de ebből botokat kell csinálnom. Talán mondjuk ennyi nem kell. Ja, és van sok... Esik az eső, annyira örülök, annyira rohadtul rendkívül örülök. Hogyha esik az eső, akkor nem tudunk elmenni erre a cuccóra. Reggel megnézzük. Viszont kíváncsi. Mi a rohadt szar ez itt? Pappán! Lásd láttad! Mit? Ami ott volt a házon. Hol és mi és miért? Ott állt! Nem láttam, nem visszakeresettem a videóban. Egy cé, ilyen fehér ruhában, ilyen... Ez én félek. De hallod, azt hittem szívrohamot kapok. Hol a rossz franza van ez, és mi ez, és merre, és hogy? Csinálta ki? Nem tudom elolvasni a névtábláját. Jó, a ház jelenleg olyan állapotban van, hogy... Jó, légy szíves, nézd meg a játékos listát, én most éppen fákját csinálok. De nincs fel senki. Vá! Nézd meg, te is nyugodt. De hát itt volt! Itt volt, hát láttam! Ah! Ott a lyukban a bőr! Ez jó volt, hogy erre fültél. Viszont ez itt tényleg nem vicces. Jó, most nem sérül, de egy talú bejönnek, de nem, meg fog lőni, és nagyon fogok halni. Ajj, van nálam rohadt sok fákja, van a holtestemnél rohadt sok fákja, itt az valamely. Én is meg fogok halni, hogy nem ilyen izé volt, ilyen... És nem találok ki a spawnról. És így izé volt a... Gyerekek, mit nem adnék annak? Vörös volt most... a szeme, és szürke volt a... feje. Hát nem, akkor körül, amikor te... Mi ez? Nem mondasz, hogy még egy gaz. Ez, hogy ott még egy gáz. Eddig egy gáz se volt. Ott egy gáz. Nem hiszem el. Áááá, fog halni. Szét fogja rombolni a házamat. Az enyémet. Jó, gyerekek, go bunker. TP-t rám. Taktika? Itt vagyok a házon, de tép. Van nálam 5 darab sötét csontvászkop, hogy ennek honnan szedtem, azt nem tudom. Biztos nálad volt is meghaltál. Nem. Ha meg, de nálad volt, de meghaltál meg. De nem már! Ez felgyújtja a házunkat? Ez de ne rombolja szét. Annyit dolgoztam vele. Na jó. Figyelj. Mielőtt reggel lesz, elmegyünk és megnézzük azt a csontvászkoponyás helyet. Szerintem ott lesz valami. Nem lehet, hogy Katusz feljött és épített valami spawner, de akkor a fehér ruhás alap... Lenne jó, azért Katusz nem ennyire alapos, hogy itt szemétkedjen velük, hogy még egy ilyen izét is csinál. Az lehet, hogy megijesz minket ilyen hülyeségekkel, de azért az, hogy egy skint épít meg... Egyáltalán hogy kezd skint csinálni? Ez lehet valahogy. Lehet. Reggel lesz, és látom, hogy jön egy ilyen sütyakosszombi. Ráááá, de inkább nem megyek, inkább nem megyek ki. Én inkább bent maradok, tehát jó szórakozást. Ellenben azt hiszem, hogy majdnem az... Nem, van nálam szén, de majdnem az összes szeniket elhasználtam. Ne, segítség! Jó, akkor viszem a páncélodat. Mondjuk én sem állok jobban jelenleg. Na figyelj, menjünk el arra... Még van egy zombi a házban, amin...
sapka van, és nem ég el. De miért nem ég el a sapkát? Ez milyen köcsökség? Meg itt van egy skeleton. Hupszi. Sorry. Elnézést. Semmi baj. Szerintem én püföltelek le. Na jó, mindent beteszek a ládába. És korona tudsz venni magadnak dolgokat. Jó. Itt van kaja, hát nálam veszek magamnak figyelj, hármat. Nekem egy bolta kell. És kifáklyázunk bolt. Mindent. De menjünk és... el megnézni azt a... Vagy... Az a baj, hogy... Hogy hagyjuk. Után, hogyha még egy... Nem, menjünk el megnézni, mert... De öltözöd egy cuccok nélkül, így ahogy van. Tehát így szűzen. De én hát... azért én ezt magammal viszem. Mert hogy ott lesz ez a... Aztán utána elkezdjük. De biztos, hogy ő tette le. Biztos, hogy ő tette le. Hát ha valaki van itt, mint ahogy nincs, de... Akkor azt tette le, de hát nincsen, hát... Jó, és útközben mindent kifáklyázunk. Jó, van a csezben némi fákja. Azt hozd magaddal. Jó? Fákja? A. 34 fákja. És gyere. Lehet, hogy a Witch-t is ő tette? Nem, Witch a spannol magától is. Ugye? A Witch? Most már nem tudom, most már semmit nem tudok, most már semmit nem vagyok biztos. Nagyon menő, kilóg a Wither Skeleton fej alól, vagy fölül a headset. Nagyon jól néz ki. A skinem most. Amúgy, hol vagy? Te is felvetted? Itt fákjázgatok össze-vissza. Házban? Nem a házban, a ház körül. Menjünk a szakadék felé. Hoztál blokkot? Nem baj, van nálam 20 kő. Ne. Jó, igen, kő. Követ használjunk, mert kell a föld a ház padlójának a megjavítása. Á, földből annyi van, hogy Dunát lehetne vele rekeszteni. Merre van ez a cucc? Aha, jó, még jó, hogy van térkép. Nem látom. Most nem ízok semmit a véletlenre, mindent szarrá felkiázok. Hol van? Még jó, hogy mennyit mesterem szíztem régen. Mindegy. Mi nem lehet támogatni senki? Nem. Szóval még jó, hogy sokat mesterem szíztem, tök jól tudok parkúrozni, vagy parkűrözni. Valaki megütött. Ki? Lehet, hogy csak szerverlag, mikor lezuhantam, akkor még nem kapcsolt. Tudod, szokott ilyet? Igen. Szóljunk Tomasznak. Lent vagyok itt már a szakadékban. Látod a térképen a szakadékot, nem? Látom, ami a láva van a végén. Na, a lávánál vagyok éppen, de most tüntettem el a lávát. Hogyha sikerülne. Majdnem lestem. A lávába. Ezért nem lett volna egy túl jó húzás. Ups. Viszont húz valami eszközt. Valamit, nem tudom. Hát igazából már késő. 9 év. Akkor csak gyere így, Susan. Na. Itt vagy már? Ups. Na. Hol volt ez a... Hát valahol erre. Tehát ezt a vasat már kiszedtem volna, hogyha láttam volna. Itt hó van, innen meg nem tudok kijönni, csodás. Ide, itt építetted a tornyot, itt van. Ez nem, ezen túl. Tehát a tornyon túl van. Tornyon túl van. Ezzel mentünk ki. Te ezt visszatetted? Nem. Akkor rajta. Mi? Nem már. Ha jó, akkor egyszer egyik menjen lenne. Ott van egy ajtó. Nem tudom, hogy én mennyire akarok oda bemenni. De menjek én előre? Jó. Na, jó, menjünk. De puhánykodjunk már. Ez nem föld alatti erőd? Nem, ez valaki bányász. Ezt hiszem, hogy valaki építette. Nem lehet, hogy a map az valami... Hát itt meg... Ó, parkű. We'll be right back.
figyelj. Na. Leugrottam ide. Meghaltam. Most már csak egy probléma van, hogy egy darab szívecském van. Ami azért nem elég. Valljuk be. Nincs ott víz. Hát alul van, de nem ott nincs víz. Ahova mi megyünk, ott elvileg nincsen. De mondom, egy szívecském van, figyelj. Halljál meg, és menjél haza. És hallod? Hozzál nekem kaját. Basszus! Basszus! Mi van? Túléltem, de... Van víz! De nem ugorhatok le! De ugorj le! De nem ugorhatok le, egy szívecském van, a láva megölne azonnal. Jó, akkor ide tépéznek. Azt a rohadt nyalját! Ez mi? Ezek mi? Ezek csontvázlók. Azt látom! De... Jó, ezek megölhetők, ezeket támadni. De miért vannak itt csontvázlók? Egyetlen nem vannak csontvázlók, a játék van. Ezt nem tudtam egyrészt. Jó. Basszus! Felszállt rá egy... Mi az ott? Ezek entitás lovak. Kérlek szépen. Mit érsz ezeket szanat, hogy entitás lovak? Együtt és is meghalok? Ezeket csak megidézni lehet. Ezek a játékban nincsenek járjak. Felütöttem egy lóra. De nem igazán történik semmi. Van egy térkép a ládában és fél szívecském. Ott vagy még? Itt vagyok, és akkor tépészes maga, illetőleg ne, várjál, hozok eszközöket. Utána tépésztes, csak hozok eszközöket, meg kaját. Én arra gyanakszom, hogy arra a térképre lesz szükség. Kéne egy ember, aki tud parkürözni. Én tudok parkürözni. Jó, hát nem igazán. Na figyelj, lemegyek oda, de most legalább nincsen örökké éjszaka. Lehet, hogy ezt a folyton és éjszakát, meg a rohadt sok mobot is az a szemétláda csinálta. Ki fogjuk nyírni? Visszakeresem a videóból, hogy mi volt a neve, hogy most már néven is tudjuk szólítani. Mert arra például nem emlékszem. Kéne letenni itt egy chestet. Most meghaltál? Nem, itt vagyok. Én nem látom. Ja, de jó, látlak. Várjál, a kajának a felét odaadom. De az a hülye fénybug is, az mi volt? Tök jó, belehallatszik a mentőautó a háttérben. Nem tudom becsukni az ablakot, mert megsülök. Nem, semmi baj, csak mondom. Ne haragudj, de nem megoldható jelenleg. Egyetlen nem baj. És szerzek blokkokat, gyere utánam. Igen, ide. Hogy tudjak falazni, vagy ilyesmi, hogyha kell. Na jó, mehetünk? Menjünk. Ugorj. Azt a rohadt anyádat. Csak a ketten vannak, nem hiszem, mert várjál, dobog neked egy kardot. Ott a szoba másik felében van. Jó, a lovak már meghaltak. Ezek viszont entitás csapatok. Biztos? Azok ilyen bitang erősen, hát... Jó, én meg fogok halni, tényleg marad itt. Én pedig rácsolok tépézni. Tehát egyébként azt tervezem. És azt hiszem, hogy láván keresztül is ki tudom venni. Ne! Kinyitottam. De... Térkép, itt van. Térkép. Meg van ott egy könyv is, várjál, azt vedd ki te. Megnézem a térképet. Könyvéstól. Az a probléma, hogy nem vagyunk rajta. Van egy csomó alvilági csívem és kókháló ezeknek, nem tudom, hogy... Szedd ki, bármi kellett. Hogy nézek ki? Viszont nem vagyunk rajta a térképen, nem... Úgy akarom oda... Nézzük meg a könyvet és a tollat. Jó. Ugye a következő elem elérhet, mely az átkozott kincshez vezet. Ne szarom az átkozott kincset, én csak survivorozni akarok. Keresd a középső szigetet. Itt van a térkép. Elvileg ott az a középső sziget, és van is rajta valami barna, ami mesterséges építmények tűnik, ellenben hol van? És most azt úgy hiszem, tervezte, hogy menjünk ki?
Hát, hogy a fenébe? Figyelj, rendkívül jó lenne megölni valamelyik így szemétládat és elvenni tőle a páncélját. Szóval most te maradj itt. Odaadok neked mindent, jó? Mindent odadobok. Véget kéne vetni ennek az epizódnak. Jó, odadobok neked a térképet. Meg mindent, mondom, odadobok neked mindent. És én kimegyek egy szál karddal és kinyírom. Nem leszek föl őket. Nem akarom a lávába dobni, de mindegy, akkor odadobom. Ide beálltam. Jó, kardot, most már csak... Kardot is dobtam? Egy csákányt hagyjál. Kard az kint van, kidobtam, de nem sikerült felvenned. Aha, itt a középső sziget. Igen, de adj egy csákányt, gyorsan. Pillanat. Mielőtt vége lenne ennek az epizódnak. Nem bír már sokat. Húzz innen! Nem fogod bántani a barátomat, Kozit! Akkor is legyilkollak, legyilkoltam, de mondjuk rendkívüli módon nem kaptam meg a páncélját, tehát azt azért tegyük hozzá. Bár ne igazán megtette volna, hogy ide passzolja nekem. Hát ennek rendkívüli módon nem kaptam. És üdvözlök mindenkit, én Komatya vagyok, és itt van Kozi is. Üdvözlök én is mindenkit. Itt vagyunk a... Hát igazából méltón Paranormal Survivornek nevezett. Igen, igen, beszélj kicsit hangosabban, mert tényleg nagyon halk vagy. Szépen közelebb hozom a mikrofont. Így, így, szuper. Remélem, azért valamennyit hallottatok abból, amit mondtam. Igen, igen, lehetett hallani. Hát most itt vagyunk lent. Az a bizonyos szürke... Izé. És fehér testű és piros szemű izé ide hozott minket, és ezt az előző részben tökéletesen végigkövethettétek, ahogy megküzdöttünk az entitás lovakkal, meg a hipererős csontvázakkal, és van nálam egy térkép, amelyik szerint... Úgy tudtam! Komatya, itt is véged van. Nézzük végig Komatya halálát. Nem jó. Fogok meghalni. Na, ja, még annyi, hogy ezt itt véletlenül elcsesztük ezt a lávát, tehát nem igen. Sikerült visszaraknunk, hát most ez van. Valahogy meg kéne próbálni kijutni innen. Na mindegy. Jó, figyelj, na, én mi... szerintem ne kezdjünk el itt csákánnyal fölfele menni, mert 20 perc lesz, mire itt elkezdjük az összes. Igen. Add ide a cuccaidat, dobáld ide nekem. Kozi, nem... Nézem, hát ha van itt valami poén mögötte vagy. Ó, gyémánt, áh! Láva, jó. Kozi, figyelj, Kozi, nem kell az izzókőpor, add ide a cuccaidat, mert nálam is van, vagy... Izzókőport kidobjam? 1, 2, 3, 4, 5, add ide nekem. Add ide nekem mindent, jó? Jó. Itt redstone van, na mindegy. Na, igen. Kapsz egy csákány. Igen. Kardot. Egyszer nagyon sok izzókőport. Igen, az már van nekem is. Igen. Kapsz még egy izzókőport. Igen, igen, igen. És megkapod a legértékesebb kincset, a térképet. Ó, köszönöm. És egyetlen világ. Volt még nálam valami? Nem. Akkor késő, most már késő az helyzet. Hups, itt van vas, kiszedem. Ó, Bori. Várd meg még a vasat kiszedem, Léci, várd meg még a vasat kiszedem, mert nagy szükségünk van most per pillanat. Jelenleg, nagyon nincsen vasunk. Keresem a helyet, ahol lakunk. Na, a TP-hez én oda találok. Per TP. Ko. Markja. Kozi 02 vagyok itt? Hát remélem. Aztán, mert ha te ide jössz, akkor kezdhetjük előről, tehát... Tudom, legendárival vagyok. Akkor jó. Na, TP-z! Egy! Ó, oh, great! Hol a gyönyörűséges házunk? Nem, mint ami volt belőle? Valahol arra. Ja, vagy nem. Én nem tudom. Ja, de nem! Kozi! Arra van! Itt, Kozi! Arra van? Jó. Igen, jó. Erre van. Gyere! Szóval, építeni fogok ezt a földet itt megtennéd, hogy... Építeni fogok egy nagyon-nagyon szuper hardcore kis toronyszerűséget, méghozzá ide. Mondjuk ebbe a magasságba. Hups. Még jó, hogy van nálam csák ezt, mert... ja, nekül elég nehéz. Ne odaépíts, mert a háznak az a részre lesz bontva. Akkor bontsd le a másik felét. De nem lehet, mert úgy van izé. Mizé? Ott vannak a cuccok. Hát azt azokat átpakolom majd. Csak... Szerintem ide, ebbe a sarokba építsd, nézd. Tehát Kozi, elkezdted ott azt bontani. Igen. De...
Mi a szent szar? Jó, Kozi. Én itt maradok fent, úgy érzem. Ebből több van! Viszlát, Kozi! Viszlát, Kozi! Viszlát, Kozi! Szia! Ez ide jön! Ez ide jön! Ez ide jön! Ez ide jön! Azt a rohadt! Felér! Feléri azt a rét! Szus, hogy ke... Azt a rohadt! Ez beteg! Na jó. Azt hiszem, hogy... ezt meg kell örökíteni, Kozi menekül a zombájlok elől. Emeletes zombik elől? Az emeletes zombik elől, úristen. Kozi. Én tényleg csak survivorozni akartam, olyan nagy kérés ez. Vagy egy-két ütés is itt megdöglendek kegyetlenül, szóval... jó lenne egyrészt valamit étkezni. Vasunk van, csak a húsit nem sikerült kisütnöm még. Egyébként nem tudom, hogy a fenébe lehet ilyeneket spawnolni, állítólag valahogy lehet. Valami command blokkos, vagy nem tudom. De én még ilyet se láttam, tehát... Én már egyszer találkoztam ilyen emeletes cuccokkal, mondjuk az nem zombi volt, hanem tehén, de írtózatos magasra. Egy haverom építette, aki így értezett ez a cuccokhoz, és ilyen írtózatos magas emeletes teheneket épített. Komatja egy zombi áldozata lett. Ja, nekem úgy maradt a chat, úgyhogy... És az a nagy, az ott mi a rohadt tosz? Mi? Hol? Az a nagy. Jézus, ez egy giant, az olyat viszont már szerintem látom. Jó, igen, a giantet ismerjük, de ne spannoljanak már itt giantek, Kozi. Ez nem normális, ez nem normális. Ez nem normális, ez... A giantet sem spannolja. Ilyen nincs is, ilyen nem szabadna lennie, hát most... Baszki. Na jó, én most neki megyek a Giant-nek, figyelj. Nagyon rossz ötlet, Komatya, nem. Ne. Ne. Jó, ezt meg kell. Komatya találkozása a Giant. Vagy ahogy... meg tud ölni, meg túl lomba. Meg túl vígen, túl vígen. Várjál, inkább klikkelővel ütöm, és... Ah! És egy XP-t adott, ez azért szopatás. Na jó. Kozi, nagyon zúgsz. Ez nem jó. Hát, ja, én se. Szóval, Így tudom hűvösen tartani a processzort. De miért kell hűvösen tartani a processzort, Kozi? Azt magának csinálja, szerintem hagyjad. Nem, ez nem így van. Külön vezérlők vannak az elején, amikkel lehet állítani, és sokkal jobb így vezérelni, mert akkor nem sokkal kevesebb energiát fogyaszt mondjuk netezés közben. Ja, igen, itt volt egy kis vágás méghozzá azért, mert kicsit kifagyott a szerver, és újra kellett indítani, és hát, amit látjátok, a cuccaink eltűntek, ez újraindításkor mindig fennáll, mert igazából azért, mert fos a szerver, de hát ez részletkérdés. Tudjátok, minden bizonnyal nagyon jó, hogy nem szerettük az X-Play-t. Viszont most elkönyvelhetjük magunknak, hogy csinált, hogy vettünk egy szervert, ami rosszabb, mint az X-Play. Igen, szóval az a helyzet, hogy vissza fogunk menni. Főleg én akarok visszamenni, erre Kozit is sikerült rábeszélnem nemrég, és mindegy, ez most a részletkérdés. Visszaadoltam magamnak egy vaskardot, mert az biztos, hogy volt nálam, meg 3 sült sertésszeletet. Na, és akkor hol tartottunk? Voltak mindenféle földi jók, például... Például giantek, meg egymás nyakán ülő dolgok, ja, de... Ja, biztosan észrevettétek. Hallod, menekül előlem ez a pók, hát ez nagyon vicces. Néhány azt szokták. Biztos, hogy észrevettétek, kedves nézők, azt, hogy virág azt, hogy nem zúgok annyira. Ez, igen, ez tök mindegy, mert ki lesz tisztítva. Ki lesz tisztítva, igen, viszont... Hogy most is zúgsz, csak most halkabban, de most is ugyanúgy zúgsz. Csak halkabban. Szóval az előzőt nem... Tehát akkor nem ugyanúgy, de na mindegy. Nem lehetett volna nagyon kitisztítani. Mm-hmm. Na, Kozi, figyelj! Te... Ezt te voltál? Én. De most mit csináltál estét? Vagy... Nem csináltam. Nem. Nem lett este, esik az eső, mit csináltál esőt? Én. Igen. Nem én csináltam. Miért akkor ki csinálta? Én nem. Ja. Jó, hát szerinted ki csinálta?
Valószínűleg Neti barátunk egyébként, ha sem meg én sem voltunk. Na jó, figyeljetek, Kozi, te építsd a házat, én elmegyek malacot ölni, mert most meg akarom oldani ebben a szent pillanatban a kaja problémánkat. Jó, kell csinálnom egy baltát, mert az inventorival együtt sajnos elveszett. Van nálam egy fabalta azonban, a fabalta az... És még viharos is az idő, great. Nekim miatt na jó, ide megyek erre a havas részre. Itt múltkor is sok malac volt, még mielőtt megszakadt a videó. Örülök, hogy most megint elkezdett esni. Valószínűleg ezt is. Checking. Ott egy ló, ez kell nekünk ló? Basszus, Kozi, nekünk van egy nyergünk. Csináltam még egy fabaltát. Hú, nagyon, nagyon para így ez a havas rész. A havas rész? A havas rész. Minden hófehér. Nem lesz földből baltát csinálni? Basszus, ott van. Azt a rohadt futás, de Kozi van mögöttem. Lő egy csontváz. Basszus, ez közeledik felém, Kozi! Látom. Kozi. Azt a rohadt. Most mit csináljak? Most hol van? Most meg nem látom, jaj Istenem, azért futás. Futás. Visszajövök, ez engem nem érdekel. Kozi. Basszus, ott van mögötted! Azt a rohadt! Ez most... Zombi. Vagy egy eltörvel, ami igazából nem akart nélkülözni, mert véletlenül ránéztem, de... Zombi, Peti! Nem tudom, hogy itt van-e. Az a helyzet, hogy... Belecsapott a házunkba a villám! Bocsuk el gyorsan. Jó, bár az ház az főleg a te tisztet szóval most én inkább el szereznék kaját, bár nem este kéne. Vagy este van egy egyáltalán? Nem, szerintem. Ja igen, azt is biztosan észrevettétek, hogy szebb lett a játék. Igen, szebb lett, mert rájöttem, hogy melyik beállítás az, aminél nem hülyén töltődnek be a csánkok. Az a fog. Ami nem fog, hanem köd. Tehát, hogy... Igen, azt igazából te mennyire szoktad venni? Most mennyire szoktam venni? Mert hogy nekem 0,2 van jelenleg. Vagy én most az maxra toltam, nem tudom, hogy neked nem tudom. Lehet, hogy maxra kéne nekem is. Mennyire már vesz? Meg azt a... van minden itt. Miért vannak megint zombik? Meti, ha hallod ezt, amit nem fogsz hallani valószínűleg, mert hogy a halálba hallanád, de akkor is állítsd el az eső. Itt ki a chatbe, azt elvileg látni kell, hogyha itt van, bár nem hiszem. De a szerveren nincs, úgyhogy igazából... De a szerveren nincsen, mert... Akkor szerinted hol voltak a cuccaim? Jó, mondjuk jótól kérdezem, de... Atya! Mi van? Felrobbant egy creeper a házban és megsemmisítette a chestet. És az itemek is megsemmisültek? Nem, de csak a chest. És én meg ezért üvöltöttem, és merre van a ház. Ilyen. És hogy merre vagy, ahogy elvesztél. Jó. Kozi! Én szeretnék witcheket farmolni. Tudom, hogy ez most így hülyén hangzik, de tényleg szeretnék witcheket farmolni. Azért, hát, mert... Neked az, hogy meg fognak ölni egy csontra ez a kérdés, amikor. Jó, hát nyilván meg fognak ölni. Hát erről szól az egész rohadt sorozat, hogy itt kerget minket egy idióta, és folyamatosan zomb... Úristen, azt a rohadt... Mennyi izé van itt? Este még odaadban, aaaaaaah! Ez sem lesz fél élet. Vajon van nálam fa? Mert akkor ki tudnék csinálni egy... Jelenleg itt workbench sincsen, vagy van? Nem, az is ki lett ütve. Hogy csinálok egy workbench-et. Nem az ampoint-ot, hanem magát a Kozi, miért nem? Egy jó, most megtaláltam. Találtam, mert most betöltött a tépén. Basszus! Kozi, az ajtemek ott vannak és valószínűleg a felük elveszett, mert felrobban mellette egy creeper. Na ne. Most arra jutottam vissza. Az egész hát. Elveszek a cuccok? Az egész elveszett, minden. Ha nem minden, de... Ah! 15 creeper robbant fel a házat. Jó, én ezt nem állítom helyre költözni. Más helyen fogok házat
építeni, és most fogok meghalni. Kozi, megmaradt a poti, meg a husi, meg a nyereg. Szedd fel, én ebben a, ebben a házamban akarok. A három legértékesebb dolog. Miért oltad meg a creeper? Vitor! Milyen Vitor? Amúgy Kozi, ott vannak a cuccok fent a kereszt létrán. Ami hivatalosan a plafon volt. Még. Jó, hát most plafon, kereszt, gerenda, az részletkérdés. Na. Basszus, hogy leestem. Na, gondolom nincs meg a térképünk. Dehogy van. Na. De azért valamennyire emlékszünk még, hogy mi volt rajta. Én megtalálom a szigetet, mert azért annyira nem lett messze. Na jó, figyelj, Komatya, most nem tudom, hogy nálad van-e a kőbaltám, amit vadonatújon csináltam. Itt van, igen. Akkor azt a kőbaltát légy, és add ide, lebontom a házat, keresünk egy új helyet. Kozi, van egy ötletem, ne bonts le a házat. Nem, én ezt nem állítom. Ne bonts le a házat, figyelj, jó, ezt tényleg nem, ezt tényleg le kell bontani, de most, nem most, figyelj. Keressük meg. Szeretnék egy helyet, keressük ahol biztonságban lesz. Keressük meg azt a helyet, ahova el kell mennünk, ahova ez a Meti, vagy így kell egyáltalán kiejteni a nevét? Matynak két nem, hogy ejteni kéne, mert... Matti, vagy... Á, na jó, mindegy. Figyelj, menjünk el oda. És mi az a sok zöldes pók? Na jó, mindegy, hagyjuk. Szóval menjünk el oda, és nézzük meg, hogy mi van ott, mert biztos vagyok benne, hogy jó, én oda inkább nem megyek le akkor. Még jó, hogy megépítettem ezt az óvó bunkert. Most. Oh! Cave Spider inaktív nappal. Na jó, most lesz ebből elegem. Kozi, van nálad? Miből lett eleged? Ne parancsolgass. Mert ne, érted, mit mondok, szóval ne. Ne csetelj. Kozi, van nálad fa? Nincs, semmi. Jó, akkor... Na jó, figyelj! Menjünk el oda, kell egy chest, amiben lepakolom ezt a potit, mert erre szükségem van. Ez tényleg inaktív nappal. De most miért van itt ennyi Cave Spider? Nem tudom, de adjál nekem fát, légy szíves. Hát nehogy meg úgy, a Cave Spider nem spawnol. No, ezébe csak bányában. Hát lehet, hogy olyan sötét volt, hogy spawnolt. Persze. Hát valószínű, nyilván. Mint ahogy a Wither, bár mondjuk azt nem láttam, de kiírta egy pillanatra, hogy van. Mint ahogy a Wither is, illetőleg, mint ahogy a Ghastok is, illetőleg, mint ahogy azok a nagy vicces zombik, meg... Szóval... Szóval egy a végén mindennek ezt Meti csinál. És szerintem azt akar, hogy menjünk el oda. Tényleg lehet, hogy hülyeség, meg hülyén hangzik, meg minden, de... És egyébként ahhoz, hogy ennyit spawnoljon, ahhoz folyamatosan entitásokat kell ne idézgetnie. Na jó, ebből elegem van. Most miért támad rám az összes Cave Spider? Mert megütötted őket, bántottad a Cave Spider-eket, Kozi? Én egyet sem ütöttem meg. Miért ütötted meg a Cave Spider-eket? Nem ütöttem. Pont sikerült csinálnom egy ládát, jó, azt teszem ide az óvótoronyba. Legalább az óvótorony megmaradt. A következő házunkat egyébként 10 évből fogjuk építeni kőből. Tehát ez... Á, ez baszki! Azt a büdös! Basszus, nem hiszem el. Kozi? Elmentettem egy két lányokét. Én is elmentettem néhányat, csak véletlenül. Sok pillanataim van valószínűleg ezt a képernyőképet fogom nézni. Nem, a ház közeli. Eltűntek. Egyik pillanatról a másikra eltűntek. Oké, akkor felszedem a cuccaimat, menjünk fel oda. És ott, Kozi, ott van egy láda, hagyd abba a ház lebontását. Mi a... Kozi, a Wither az bánt, ugye? Hát igen. Jó, akkor... Nos, akkor azt hiszem, hogy most lepakolok mindent. Ne! Kozi, már majdnem sikerült lepakolnom mindent, már majdnem. Tényleg csak egy centém múlott, hogy majdnem lepakoljak mindent. Na jó. Viszont csak vidőrcsont veszkóponja. Az mondjuk értékes szerintem, az még kellhet. Nem baj, akkor csinálok még egyet. Hí! Kozi! Gyorsan pakolj bele mindent, én addig itt fedezlek. Bepakoltál mindent?
Biztos nincs itt a térkép, nem? Jó. Akkor viszont tényleg csak azt tudjuk csinálni, hogy elindulunk random irányba. De várj, előtte megöletem magamat. Ez nem tudom miért kellett, de most így jobb távol lenni a vizétől. Nem fogja kilőni, csak akkor, hogyha ott vagyunk. Ozi, ott egy witch, amit most megölnék normál keretek között, de itt semmit nem nevezhetünk normálnak. Ó, egy ghost is van itt, ez más. Ez csak most veszed észre? Mármint... Kozi, come on, come on, coming-oljál felé, figyelj! Merre menjünk? Figyelj, szerintem induljunk el először arra. Jó? Meghaltál mi? Figyelj, én elindulok, te pedig tépészgessél, jó? Szerintem induljunk el először arra. Tudom, kénytelen voltam észrevenni, igen, de azért köszönöm szépen, nyilvánvaló kapitány. Már bocs, hogy ingerült vagyok, de szerintem jogos. Na, mindegy. Ó, megdobott egy vics. Kozi? Figyelj, elindultam ebbe az irányba, jó? Ez nem tudom melyik, mindjárt mondom. Ez a... hol érje? Ez a South irányba indultam el, a South. Szóval elindultam a South irányba. Hát nyilvánvalóan a másik irányba kell menni, akkor a mázling nincsen, hogy elsőre eltaláljuk, de mondjuk ez itt egy tó. Hallod, ott van a sziget a térképről. Én megyek vízben. Nem, inkább megyek szárazföldön, az lényegesen gyorsabb. Most komolyan akkor a mázling volt, hogy legelőször eltaláltuk, hogy merre kell menni? Igen, ez az a sziget. Megmondom a nagy térképet X-el. Igen, ez az a sziget. Erről csináltam a térképet. És... ez az a sziget. Hát, összarok. Mekkora mázista vagyok? Na jó, figyelj, holnap megyek lottózni. Nem, azt nem lehet 18 éven alul lottózni. Itt, ahol én vagyok. Nem az az, a másik. Nem másik. Ja, tényleg, jó. És most itt mit kell csinálni? Hát, na ez az, amit jó lenne tudni. Alapvetően körülnézek, hát ha van valami föld alatti bejárat, vagy... itt van egy kis átvezető, nagyon megszerű. Itt van... Kozi? Nézd. Ez itt Podzol, tudod, amit nagyon utálunk. Ja, Istenem. Rossz, jól kezdődik. Elég mesterséges, hogy külön jut van, és na. Ne, üldj ki! Miért ne? Be fog sodorni a víz, és ezért nem fogok lávába esni, vagy lehet, ilyesmi. Lehet, hogyha resztórendszer van. Ja, de tudod mi a baj, nem tudok majd kijönni. Jó, figyelj, lemegyek, te meg maradjál ott. Na. Hát, most már később. És most mert itt drámai zene lesz majd. Ajtó, ismét. De áh! Na jó. Figyelj. Nekem hány életpontod van? 2, 3, 8. Akkor te nyertél, akkor nincs nálam kar, légy rá. Semmi. Nálam sincs semmi, de nálam van egy gravel. Ó. Ez. Mi a tos? Ez dolog volt neki részéről. Ez egy csapda volt. De most hogy megyünk vissza? Várjál valami. Fajonlóban leesünk el. De mi nem estünk le. De most hogy megyünk be? Szerintem elcseszel a nyomulapot azzal, hogy ráléptél. Kozi? Nem. Ráléptem, és kitolta a pisztont oldalra, ezzel eltűnt a nyomulap, és eltűnt a blokk. Jó, hát két lehetőségünk volt, elcsesztük. Tehát igazából... vagy a nyomulap nálad van? Nálam van. Akkor tegyél le... várjál le... nem. Csak revölna van nálam, az a baj. Az mi meg van? Leesne. A azt nem kapod meg. Nem. Nem, azt nem kapod meg. Nem baj, eltársuk magunkat, ahogy szoktuk, tudod? Találtam egy... megtaláltam a piszton nyitó restaurantszer, de... Jó, hát ezzel nem megyünk semmire, az a poém. De valahol... lehet, hogy két... Kozi, figyelj! Taps, figyelj! Lehet, hogy kéne itt... van itt, lehet, hogy van valami kulcs. Nem kulcs, de... Hát olyan biztos dolog. Van, de hogy így nem. Na jó, várjál, oda megyek én is, és akkor csontváz, nem kell. Várjál, hozok. Lent, fent zárd el a vizet, légy szíves. Szeretnék hozni blokkokat, de jó, ahhoz azt mondjuk azt feltételezni, hogy ne kövessen egy csontváz. Erdőn, mezőn, hegyen, völgyön. Amíg a halál el nem választások, akkor nagy harang. Ahol a kurta farkum alatt is túr. Boldogan éltek, még meg nem haltak.
Az ezüst egy túloldalán. Még komolyát ki nem nézt a pozit. Most miért? Csomó ilyen klisét tudok mesefilmekből, meg népmesékből. Na jó. Víztelenítek, jó? Mondjuk szeretném úgy, hogy azért engem még lesodorna, mert úgy lényegesen gyorsabb lenne, de... Nem, úgy nem lenne gyorsabb. Na jó. Nem azért szerintem itt le kell esni. Már... Nem. Tehát... Én kezdem mondani, hogy ilyen rejtvényeket kell megoldanom. Egy olyan embernek, akit nem ismerek is, hogy így igazából... Na jó, figyelj, ugorjunk le! Mind a ketten. Most komolyan azért jöttünk, hogy tudom, hova kell... Azért tudom, hova kell menni. Igen, oda kellett volna, de hogy így nem. Várjál, ott van egy mesterséges kő. Én azért mégiscsak megpróbálom... Mármint az Kozi. A Mossy-stone, amit... Igen, szegj a fejemből. Én is készülök. Ez a mondat itt csak a Minecraft világában hangozhat el. Szegj a fejemből, igen. Egyértelmű, na. Nem erre kell jönni, tévedtem. Akkor most el kéne távolítani azt a követ, de még nekem mindig csak két szívecském van, szóval most azt hiszem megint az lesz, hogy itt én nem már egyébként meg itt ezekkel. Ad itt te ütögés ki, én itt... Magyarul mohás az ízott. Az amúgy nagyon csúnya volt egy csomó ideig, de most valahogy megszerettem. Tudod miért? Mert a Biome Runningon alkalmaztam. Jézus Atya Isten! Kozi, én is látni akarom. Komatya, te gyere ide, mert ettől rosszul lesz. Kozi. Jó. Na jó, ez így bizarr. De megöltem. Mi történt? Van ott lent valami érdel? Van valami jó oda lent? Van valami, amiért érdemes meghalni, azt kérdezed? Ja, körülbelül így. Figyelj! Néhány nappal lesz, akkor a szörnyek itt meg fognak döglendeni, és vágok fát, és illetőleg bányászok fát, és utána vágok majd követ a földből, és hogyha nagyon szeretnéd, akkor szedek vasat is, és akkor lemegyünk jól felfegyverkezve. Állik felfegyverkezve. Figyelj, ebből a házból nem maradt semmit, tehát kénytelenek lesz, hogy fát vágni egy új ház építéséhez. Figyelj, itt fát, figyelj, szerintem építsünk itt ennél az állomásnál is egy házat. Amint azért mondom, hogy is egy házat, mert biztos, hogy ez is itt le lesz rombolva rövid úton, hogyha ezen a szörnyetegen múlik. Érted, macson? Vagy tényleg egyébként, hogy kell a nevét kimondani? Hát van az a srác, tudod, az énekes, akit te folyton szoktál ja, nézni. Ja, Metibi. Na, annak van olyan neve, azért igen. Gondoltam, hogy esetleg... Akkor elvileg akkor Metinek kell mondani. Mármint, hogy úgy írják le a nevét, de hogy ez így... Húr, erre nem biztos. Vagy Metibi. A te kedvedért nem csinálok a te kedvedért izét. Nem, az én kedvemért vágj be egy Metibi videót, vagy ne videót, csak a zenét. 12 másodperc az... Teljesen jogtiszta. Nem, 7 ütem a jogtiszta. Nem, 12 másodperc. Nem, 7 ütem a jogtiszta. Szabályzat szerint. Nem, 7 ütem a jogtiszta. Jó, írjátok le a komment szekcióban, hogy mi a jogtiszta, mert hogy én nem nézek utána, komatya kedvéért, az biztos. Még a saját kedvemért is, de túl lusta vagyok. Jó, most miért szerinted akkor ez nem jogsértés, hogyha azt mondom, hogy... Most nem jut eszembe egy ilyen 7 ütemű üzése, slágerszám se, de mondjuk. Na, 14 kő van nálam, ezzel ért be. Ha nagyon szeretnéd, de nagyon szépen meg kell kérned, nagyon-nagyon szépen, akkor csinálok neked egy ásót, nem ásót, hanem baltát, jó? Mini zombi! Kozi! Hol vagy amúgy most? Hát itt éppen egy mini zombival harcolok. De hol helyileg? Én a háznál vagyok, és siratom áll. Milyen háznál? Én itt vagyok az új állomásponton, az új háznál. Mármint gondolom új házat építünk, mert hogy az kéne egyébként. Azért én szeretnék egy hajlékot, ahol lakhatok, az mindenképpen jó is. Ötlet. Tehát ezért mondtam a videó szünetében, hogyha ezzel a házzal valami történik, akkor kiszállok a sorozatból, amit nyilván nem fogok megtenni, csak... Tehát egyébként így is át kéne gondolni, hogy felfüggesszük ezt a sorozatot, mert nem tudom, jó, most lehet, hogy egyes nézők élvezik azt, hogy itt ilyen furcsa dolgok történnek, meg meglepődnek rajta, meg minden. De azért én ezt annyira nem élvezem! És én tényleg csak egy Survivor sorozatot akartam, és nem vagyok benne biztos, hogy ez jobb annál. Bármint nem, tehát...
Nem tudom, Kozi, de ez így nem állapot itt. Lehet, hogy van vasaras, és megint zúgol. Nem tudom, hogy miért. Jó, és elhiszem, hogy semmit nem tudsz vele csinálni, de old meg. Nem kell megoldanod, ha nem szeretnéd, de old meg, de nem kell. Nem tudom, hogy hogy. Én még mindig azt mondom, hogy ez számítógép, és tök ugyanúgy zúgsz, Kozi. Biztos, hogy ez a számítógépet hibája. Tudom, hogy most vettél újat, de szerintem nézesd át. Vagy vegyél egy hang... Hogy lehet egy margaréta egy izében? Ja, hogy ezzel 4-szer kell megütni, jó? Hogy lehet egy margaréta... Vas! Hogy lehet egy margaréta egy bányában? Nem, na, szerintem akkor sem a számítógép hibája. Na, tessék, nekem már van 4 sült sertésszeletem. Látod, milyen OP vagyok? Milyen OP vagy. Ahogy. Azt a büdös... Jó, hát most mire számítottál? Hát esik az eső. Tehát ez így egy ilyen állapot. Figyelj, szerintem mi valami nagyon durván mediterrán talajon vagyunk, csak vihar ne legyen. Mert ilyenkor vihar szokott lenni. Azt nem szeretném. Vagy... Múltkor is vihar volt, és nem... Nem volt vihar, múltkor az pont kimaradt a videóból. Szóval... Nem igaz. Kozi? Igen? Ezt most ugye nem te csináltad? Nem. Jó, de azért biztonság kedvéért meg kellett kérdeznem. Szerinted én ártok nekünk? Már csak még komolyan kérdezem. Nem, nyilván nem, de hogy... Elültetem ezt a virágokat, bazsarózsa. Bazsalinja. Ja, Istenem. Na, ketten használtunk egy völgyben, csak azért menő volt. Na figyelj, menjünk le! Mert odalent nem fog belénk csapni a villám, és azért ez feltétlenül egy pozitív dolog. Ne! Kica! Elméletileg feltétlenül egy pozitív dolog, meg elvileg is, meg gyakorlatilag is, meg statikailag is. Hallod? Belém csapott a villám. Na, akkor most menjünk le. Kurva gyorsan. Csak még a kaját szedjük fel. Megyekhozi álljott? Az alapcímcokat azért megmentem, mert... Leszcreenshotoltalak, tök vagány lett. Tényleg? Igen. Na, menjünk le. Várjál, a fele kaját odaadom, tessék. Hogy szerintem nincs is olyan komoly baj a skinemmel. Igen, és a haja... Kozi, figyelj már, ez is tele van bányapókokkal. Ne! Pillanat. Felszedem. De itt vagyok már, de ad vissza kardom, ad vissza, légy szíves. Kozi, tépézd magadra gyorsan, mert egy mini zombi közeledik felém, és meg akar gyilkolni, meg egy creeper is jön felém. Per, TP. Mi? Mi van? TP. Thanks. Itt vannak a cuccaid. Kérek öt húst, meg egy kardot. Öt hús, egy kard. Volt, valószínűleg ez a kard is nálad lehetett. A fákat berakom a chestbe. Én meg volt egy baltám, de tedd be a chestbe. Ja, az már a chestbe van. Nem, az a te baltád. Na mindegy, a szóval menjünk le. Volt. Kozi, gyerünk. Let's go. Kinek páncél? Nem kell, pópszem. Jöhet, majd fogunk tudni horgászni. Kozi, a vizet majd lehetőleg... Mi a vízzel? Azt beszüntettem a vizet, mindegy. Ugye úgyse tudunk feljönni. Jézus Atya Isten! Miért vannak itt ennyien? Na jó, kozi. Hogy szabadultak ezek ki? Mi arról, ha... Meg fognak mérgezni. Attól tartok. Ó, basszus! Ezek mind a kijön. Na, hagyjad majd én. Basszus, Kozi, nagyon-nagyon sokan vannak a folyosón. Kozi, izével kéne, klikkelővel, Kozi! Igen, benn van. Jó, itt vagyunk. Nem tudom, hogy mennyi maradt le a videóból, megszakadt a freps leállt. Valószínűleg azért, mert fos. Éppen a klikkelőt akartam aktiválni, tehát addig szimulálása. Jó, aki nem tudná, hogy mi az a klikkelő, annak nagyon röviden felvázolom. Ez egy hack. Nagyon sötét van. És a nézők nem fognak látni belőle semmit, de ha nagyon zavart titeket, akkor már így megeffektelem egy kicsit a dolgot. Szóval... Nekem megvárom, hogy visszatöltődik. Ezt az ajtót itt kikerültük, tehát ezt itt rendesen. Vagy itt le kell ugrani, tehát ez így, nem tudom, hogy hozhatunk volna baltát. Bár mindegy, mert úgyse jutunk el addig, hogy használni kelljen, mert megdöglünk. Igen, erről beszélek, tehát... Kozi? Az láva volt, ugye tudod róla? Mármint nem, a fele lávába ment, a másik fele nem ment lávába, viszont hogyha itt most leesek. Jó, felvettem a kardodat, meg ennyi. Jó, a kard a fontos, meg a kaja. A kard a fontos, követ egy creeper. Jó, de hol a kardom? Mindjárt adom a kardodat, várjál.
Kozi, ne üsd kézzel a creepert, ez az alapszabály. Már nem azért. Ne üsd kézzel a creepert. Itt van arany, ez mondjuk nem kell. Na figyelj. Menjünk le. Azt kell kiütni? Jó, igen, aki nem tudná, a klikkelő lényege az ez. Gyorsan tudok ütni, ennyi. Meg görgőgomb megnyomásával. Jobb egérgombot is, meg bal egérgombot is tud gyorsan klikkelgetni. Az ott alap közt nem fogjuk kijutni, tehát ezt így most szólok. Most oda le kéne menni? Már leugrom, nekem is be van kapcsolva a klikkelő. De ne ugorj. De Kozi, nem tudok utánad menni, meg kell várni. Ezt most elbasztad. Mármint elcseszted. Mert öltem őket. De jó, akkor mégse. Akkor tépézzél már magadra nagy... Nem. Várjál, Kozi, ne csinálj semmit, én még itt regenerálódom, várjál. Vagy tépézz magadra, vagy várj egy kicsit. Fordítva, most már mindegy. Jó, mindegy, nekem még van pont annyi életem, hogy szerintem mindjárt tudok regenerálódni. Én tudok. Na jó. Kozi, tudod mi a poén? Hogy izén is keresztül is tudjuk ütni őket. Ajtón keresztül. Vagy legyünk hűek ahhoz, amit kellene csinálnunk? Nem teljesen így gondoltam. Jó, let's go, oké, jó, még egy kicsit. Oké, hajj meg. Az a jó, hogy ide nem tudnak bejönni a pókok, vagy mégis, de be tudnak jutni. Jó, nincs több, ugye? Ups, itt van egy fejem fölött, oké, let's go. Na, Kozi, először is kinyitom a ládát. Nézzük meg a könyvet. Amit? Könyvet? Téged a könyv érdekel? Engem igen. Sokkal jobban érdekel a páncél. Ó, imént meg egy vonzerő 3-as óra. Hát hogy ezzel mit fogunk kezdeni? Enyém a kard, csújtás kard. Jó, akkor enyém a balta. Valami itt van, úgyhogy ezt öld meg létre. Jó, kié legyenek. Te oszd el a páncélokat, én addig megnézem a könyvet. Jó, Kozi, nem, figyelj, jó, neked ki kéne menned. Kozi, neked ki kéne menned. Hova? Nem, az nem jó. Jó, felveszem. A pókhálók még jól jöhetnek. Avagy sem. A pókhálók azok biztosan igen. Ellenben... Kifaszodat. Jó, figyelj, szedd ki a pókhálót és menjünk ki. Vagy óvóbunker taktika, még elolvassuk a könyvet. Van nálunk? Mi mérgeznek a pókok? Nem tudok kimenni. Ki kéne engedned? Vagy csákány? Neked van csákányod, te ki tudsz engedni. Szerinted lopjuk el a ládát? Vagy ne legyünk nem, szedjük ki a gyémántot. Ne legyünk... És mivel? Hát teszem azt, van nálam egy kőcsákány, ezzel te, amíg te védsz engem a különböző ragadatoktól, bányászok 9 követ, van nálam bőven fa. Na várjál, én először el szeretném olvasni a könyvet, csak az a baj, onnan sok mobcsi jön. Na jó, figyelj! Ó, én addig kreálok egy vascsákányt, amíg te könyvet. Felmászok ide, és innen elolvassuk, hogy ez ide jön? Ha ez ide jön. Aha, ez így nem lesz biztonságos. Jó, figyelj, vigyázkozz, mert itt láva van, hallom, meg látom is, de inkább hallom. Sokkal többet hallok, mint amennyit. Jó, hogy mondod, mint kiütöttem volna itt a izét, aztán elúszik mindenünk. Azt kéne még. Na jó, szóval, olvassuk el. Először is én elcsíteltem rögtön a gyémánt cuccokat, de a többi a tiéd lehet. Oké. Okay. Annyi, hogy az arany, mert arany lesz az aranycipőt is. Neked lesz egy vasizét, hát ez bárja, ez nem túl felelosztás. Azt kell, hogy mondjam. Jó, akkor tiéd lesz a komatya észre. Sisak. Enyém a gyémán melvér, de tiéd lesz a... De várja, arany melvértlenség. De tiéd lesz a két vas tudsz. És akkor okay. Nekem nem lesz gatyám. Van itt vas? Ez így majdnem teljesen. Itt én láttam, itt van, felettem. De el akarom olvasni a könyvet. Jó, én addig... Kozi, amúgy, hogyha kijössz ide, akkor itt el tudjuk olvasni a könyvet anélkül, hogy... Mert ide nem tudnak kijönni a pókok. Na. Lörőid, hogy megleheted az elátkozott kincset, keresd a pók királynőt, de várjál, ki tudtak jönni? Meg fog halni. Azt a büdös rohadt. Gyorsan tépézek rád, mielőtt te is meghalsz. De ezt nem tudnak, én miért már megjárt. Én király vagyok. Na jó, de most hol van ezek a cuccaim? Hol van ezek a cuccaim? Nálam van, visszaadom, csak el szeretném olvasni ezt a rohadt könyvet. De add előbb vissza cuccaim. Három sor, ha megleheted az elátkozott kincset, keresd a pók királynőt a havas hegyekben, ezt én írtam be az előbb. Jó, magyarul akkor van egy pókirejnő a havas hegyekben, és azt meg kell találni ahhoz, hogy megleljük a kincset. Kérem az utcaimat. Igen. Ja, nálad volt egy vonzerő óra. Igen. Balta. Egy kőcsákány. Egy fabalta. Egy vasajtó. A pókháló az nálam volt, ezeket megkapod.
Jó. És... ja, meg a vaskardot, tessék. Na. És... Most... Figyelj, szedd ki ezt a vasat itt. Ó, most nagyon menő nézek így ki. Nagyon-nagyon menő. Szóval szedd ki a vasat, és... Enni. Szedd ki a vasat, és akkor én... És akkor... Hát én nem tudom, mit csináljak addig, szerintem... Van nálam egy vasérc, az a tiéd volt az. Három vas kell, nem? Igen, de bassza meg... Azt a büdös elfogyott. Jó, menjünk vissza a másik helyiségbe. Gyorsan, mert ide jön. Ez jó. És zárd be. Hogy? Egy cobblestone van nálam az ügyben. Na, figyelj! Viszont Kozi, nem tudok regenerálódni, nincsen kajám. De viszont csak egy vas van nálam. Nálam kettő. Jó, azokat addig... Tessék, odadobtam. Oké, gyorsan, én addig ferezlek, bár nekem sincsen túl sok életem. Nekem még maximum van az életem, úgyhogy... Akkor... Nem kéne ezt inkább nekem csinálni, és te fedezel? Vagy... Hát... Tényleg neked... Amúgy ott is van még négy vas, bár gondolom nem kell. Ez teljesen fölött. Gyorsabban. Jó, hát nem én... És nem crafting én tablet, crafting tableted is van, jó. Végzően. Hú, mennyi gyémán, baszki. Nem, és nem mindjárt a miénk lesz. Nem gondoltál az illető, aki ezt illetette, hogy ez itt akármi el is foghatjuk már. Ez szerintem átgondolta, lehet, hogy lesz valami csapda. Illetve hát lehet, hogy a láva volt a csapda, vagy még kell csinálnom ezért. Hát nézd, itt van láva, de hogy ez a fal mögött folytatódik, azt nem tudom. Szerintem óvatosan csinál, jó? És úgy, hogy én nem vagyok itt lehetőleg. Tényleg, basszus, Kozi, megegyem a pók szemet? Akkor megeheted akár. Mert attól nem lesz kajám. Vagyis attól lesz kajám, ugyan, viszont lemérgez nullára. És amíg lemérgez nullára, addig én rohadtul végtelen vagyok. Most ezt miért építettél? Na mindegy. Ott kezdődik a láva, arra vagyok kíváncsi. Ott hallasz oldalról lávát? Nem. Mert van, gondolom van sztereóa. Nem, mert csak egyik oldalra van a headsetbe dugva a film. Kihúznád a mikrofont és újra bedugnád? Persze. Várja, most nem az én mikrofonommal beszélsz? De. Akkor jó, akkor húzd ki légy és dug vissza újra, mert nagyon zsúgy. Már is. Egy már is, ezt jól megmondtam. Á, jó kis csend. Kozi zúgása nélkül. Kozi, azt a rohadt! Meggyulladtam, Kozi! Meggyulladtam, Kozi, dugd már vissza! Kozi! Hogy van ez a gyerek, Kozi? Meggyulladtam, ott vannak az utcaim, vedd fel és tépézd magadra! Azt anyagérnye. Na jó. Hú, magasabb szintre kellene emelni ezt a harcművészetet, amit én itt csinálok. Mert így inkább szánalmas vekengésnek lehet nevezni élelmiszer tartalékok nélkül. Mennyi gyémántod van eddig? Hú, nálam már van is egy csinálat. 22 gyémánt blokk. Hú, abból 9 diám már is van. Nekem már is van 9 diám. Kozi, szerintem hozzuk el mindent, mert kapzsik vagyunk. Sőt, én elhozom a ládát is, mert én még kapzsik vagyok nálad. Túl kapzsi vagy. Hát ez van. Egyébként itt láva van valahol. Hallod? Nem hallom, csak láttam a lávának azt a jellezetes csöpögő animációját. Jaj. Akkor Kozi, figyelj, szerintem adjál ide nekem mindent. Értve nem. Nem, itt már nincs láva, akkor az csak az end hatás miatt van. Mondjuk, hogyha láva lesz, akkor én hátra rohanok, felmegyünk az egyik ilyen patkára, aztán kifutunk a helyiségből. Már félig leégett. Meg fogjuk tudni oldani, akkor is van. Ne öljétek meg, Kozi. Még jó, hogy nincs üzé a szerelem, PvP. Mert akkor gáz lenne, ha itt szétvernélek. Na mindegy, szóval... Igen, ebből a szempontból jó, hogy nem egymást öljük meg a mobok fejet, hanem... Ja. De most ez miért? Na, Kozi, utolsó gyerünk, let's go, és most a tűnjünk el innen. Mennyi blokk van nálad? 46 gyémántöm. És ki tudsz minket bányászingolni? Majd felezzük el, csak, jó? Csak, nyomva, merre fele? Hát felfele leginkább. Az a baj, hogy az alapkőnél vagyunk. Mondom, hogy hány blokkal.
5 blokkal vagyunk az alatt. Itt menjünk. Mármint a zen felett most itt 2 blokkal. Jó, ha nincs arra láva felőlem, mehetünk nekem 8, de nem ész előre. Gozi, ja, és add ide nekem az összes lábát, mert hogyha te mész előre, akkor nagyon gyémántot. Szíves. Gyémántot. Jó, bocs, igen. Ctrl Q. Jó. Odaadom neked a gyémánt baltámat. Mennyi gyémánt! Gozi, életemben nem lát egy gyémántot, ami ebből lett. Én sem. Ez nagyon durva. Ha láva lesz, akkor te gyorsan visszarohansz. Én megpróbálom elállítani, és ha meghalok, akkor menj vissza a szállásra. Valahogy. Tényleg van fent egy szállásunk, ami nem lenne egyszerűbb, hogyha te meghalsz és kitépézünk megint, mint ahogy múltkor csináltuk? Vagy az meg cheatnek számít? Cheatnek számít, de figyelj fel egyszerűen. Jó, mondjuk ez az illető is cheat-el. Elég keményen. Figyelj, nekem van egy ötletem. Egy valahogy tudunk hatásosan védekezni ezzel ellen az illető ellen. Pluginokkal. Pluginokkal? Hát... ott egy creeper, ami alapvetően nem annyira jó, mint amennyire lehetne, hogyha mondjuk nem lenne nálam olyan iszonyat mennyiségű gyémánt. Akkor és... gazdagok vagyunk is, gyere ide, odaadok neked. És creeperek jönnek itt, én is itt befalazom rendesen, jó? És akkor most már nem... Odaadok neked mindenemet, meghalok, aztán... aztán elmegyek. Tessék? Meguntad az ásást? Igen. Úgyhogy... 24 blokkal vagyunk már az alapkőtől, nem olyan vészes. Ups, jó, mindegy. Jó, én itt addig tartom a frontot. Jó, csak én nem tudom, hogy merre van az én hely. Értem. Tudod, hol van? Azzal a szakadékkal, a szakadéktól nem messze. Tehát, hogyha a spannál rögtön elfordulsz a szakadék... Jó, most elvileg arrafele megyek. Hát, hogyha lenne térképed, akkor látnád. Sőt, waypointot, le fogok tenni egy waypointot, mert most már meguntam ezt az egészet. Jó, én azt hiszem, látom azt a tengert, ahol a... sziget, igen, látom a szigetünket. Mindjárt ott vagyok a szigetünknél. A Lincoln szigetnél. A Lincoln sziget? Miért hívod Lincoln? Ja! Jó, igen. Megvan. Én is olvastam ám, többször is. Majd ugyanarról beszélünk? Verne könyvéről? Arról beszélünk, igen. Akkor jó, oké. Probléma. There is some zombies. Akkor gyorsan tépézz, mert én nálam van a hiperkarmada. Egy másodperc. Megpróbálom őket kinyírni, mert az, hogy most nekiállnék a chatbe írogatni, akkor biztos, hogy megölni. Nem, ez nem lesz így jó. Nem, ezek jönnek utána, mert meg fogok halni megint. Utolsó, annyi életlenül. Az, hogy 4 zombi támadt rám, és nincs nálam semmi. Az a helyzet, hogy én még... Tálom a szörvel. Az a helyzet, hogy én vonakodom attól, hogy itt pluginoljunk, mert... Hát jó, igaz, hogy Survivor sorozatnak indult, de hogy most már nem az, most már inkább... De, most is az, most is... Ott valami mozog. Ott valami mozgult, jó, inkább nem nézek oda, inkább nézem itt a plafont, talán semmi félelmetes nem lesz. Hogyha téged most behagytalak egy ijesztő gödörben. Bent hagytál egy ijesztő gödörben, és hogyha itt megjelenik Meti, akkor... Basszus. Ne, Pesta, vagy lyukban, ne! Ne, Creeper! Ide hallottam a robbanást. Jó, Kozi, figyelj, én megyek fel. Tehát én ezt meguntam. Én ezt meguntam. Basszus, mellettem robbant egy creeper, Kozi. Kutya! Kozi! Kozi, rohadt sok lába van nálam, és itt creeperek robbannak mellettem. TP. Sorsabban már! Másodperc, komatja, Kozi 02, ez. És üdvözlök mindenkit, én Komatya vagyok, és itt van Kozi is. Sziasztok! Ja, ez itt a Paranormal Survivor sorozat, ahol bizarr dolgok történnek, nagyon bizarr és furcsa dolgok, de már megszoktuk, és változások is történtek az előző rész óta. Például itt megjelent ez a ház, amúgy ez még az 5. rész lesz, amit sajnálatos módon félbe kellett hagynom, mivel indokolatlanul zúgott és szinte élvezhetetlen volt, főleg egyébként Kozi miattad, de most ez mindegy. Szóval ez a két rész egybe lesz vágva, tehát tökéletesen felesleges volt beköszönnöm. Nem történt semmi, igen. Egy hét telt el az 5. rész felvétele óta, úgyhogy igazából elég sok ideig nem tudtunk
fölvenni, mert rájöttünk, hogy élvezhetetlen, és nem volt egyikünk sem ideje. Azonban tettünk arról, hogy ne legyen annyira élvezhetetlen, mert átálltunk TeamSpeak-re. És ezt most be is mutatom. 3, 2, 1. User disconnected from your channel. Jó, mi? User joined your channel. Cső. Ezt már mondtam. TeamSpeak-en vagyunk, és igazából nagyon menő, hogy beleszól ez a hang, mondjuk, mivel hogy rajtunk kívül nincs itt senki, úgyhogy ezért nem fogjuk nagyon hallani, majd hogyha véletlenül komatya valamilyen probléma miatt eltűnik, akkor én fogom hallani, hogyha nekem mondjuk megszakad a netem, akkor meg komatya fogja hallani, igen, meg ti is. De reméljük nem fog megtörténni, reméljük, Skype-nál is volt ez egyébként, csak ott más hangot adott ki. Na mindegy, szóval. Mit kéne csinálni? Amúgy nyugodjon meg mindenki, semmi nem történt, tényleg csak megépítettük ezt a házat, Kozi, ja, megépítette, meg gyűjtögettem egy-két dolgot. Pontosan, meg közben szerverszolgáltatót váltottunk. Ja, igen, és most jó. Az Infinity Hosting. És egy Bakitos szerveren vagyunk. Ez pontosan egy Bakitos szerver, egyébként több map is van bent. Lesznek majd clear logok, meg ilyenek, de semmi extra egyébként, normális. Nekem egyébként mivel a chatembe van kapcsolva, ezért ki is írja a clear logot, tehát én tudom, hogy mikor fognak eltűnni a cuccok, és hogy hány percünk van még a creeper robbanása után. Nekem is be vannak kapcsolva. Bekapcsoltam a chat, nem, elvileg ki kell, hogy írja, de már egy ideje nem írta ki, mindegy, visszakapcsoltam a chatet. Kezdjünk bányászattal. Igen, mert igaz, hogy indokoratlanul nagy mennyiségű gyémántunk van, be is mutatnám. Meg néhány potionunk is vicsektől, de azért például vasban kifejezetten hiányt szenvedünk. Az enyém nem olyan jó kard, meg van nálam egy enchantolt páncél. Kozi, a ház is tele van pókokkal. Hát jó, elvileg meg tudjuk őket ölni, ha úgy néz. És ezek már aktívak. Pam pararam 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 pam pam. Inkább hallgassuk az igazi zenét, jó? Ó, ott gyújtani is tudsz, hát nagyon szuper. Á, basszus, Kozi! Ott van, basszus! Nem sikerült ezt screenshotolnom. Az a screenshot gombot klapszokra kéne tennem, és akkor... Hú, de megijedtem! Kapszlokra, most Kozi azon gúnyolódik, hogy én nem tudom, hogy én klapszloknak mondom a kapsz, azt a gombot, amivel nagybetűvel lehet írni. A kapszlok. Okay. Ez egy tányapókicák. Kozi, te bevonzod a pókokat. Amúgy úgy tűnik egyébként, hogy ez a pók dolog, ez körülbelül olyan. Kozi, én még inkább nem vagyok hajlandó oda kimenni, jó? Szerintem lehet, hogy azt akarja egyébként, hogy menjünk el arra a helyre, amit múltkor említett. A havashegyekben lévő nem tudom hova? Igen, a havashegyekben lévő nem tudom hova. Komatya, az a baj, hogyha én itt kimegyek, ezek meggyilkolnak. Ha te élsz, akkor téged is meggyilkolnak. Ez a helyzet bizony fennállhat, esetleg, hogy mondjuk meggyilkolnak. Most már csak egy kérdés akad, hogy ott van egy havashegyek, abba kell elmenni, vagy ott van egy havashegyek, és jó, figyelj, kimegyek, segítek neked őket meggyilkolni, jó? Csak előbb eszek, ne menj ki még, eszek előtte. Persze, jó? De nem hülye annyira, hogy... Jó, ezt gondoltam, szóval nem fogom őket meggyilkolni. Segítek meggyilkolni, de nem fogok veled menni. Szerintem te indulj el, és mondjuk szerinted hol vannak a havashegyek? Én... Szerintem egyébként abba az erdős részbe kell menni, nem tudom miért valahogy úgy... Azok nem hegyek. Nem hegyek, de... Beléjük csapott a villám, de te fail. Vagy azokban az, most azokat most nem, szerintem nézd meg ott, jó? Szépen lassan orientálódj az ajtó felé, én pedig majd itt maradok is. Tartom a frontot, szia, öreg haver, hát cső. Sziasztok. Az ajtót csak vissza!
köszönöm. Milyen jó kis itt mi lábad! Ott van Meti, de lesz screenshot voltam. Szerintetek be akar jönni, vagy esetleg ki akar, vagy azt akarja, hogy kimenjek esetleg, vagy itt sok villámcsapdos a házba egyébként. Mi jutott meg? Kozi? Igen. Benézek az ablakon, itt vagyok a háza a szembeli domboldal, amit állok. Jó, semmi, itt meg, van. Hallod, Komatya, van egy rossz hírem. Igen. Meti ott repked a ház fölött. Figyelj, befalazom vasérccel az ajtót, jó? Ez talán segít, meg mondjuk nem tudom kinek klikkelő, szerinted meg lehet ütni? Kozi? Tényleg, szerinted ezek mitől irtóznak? Kéne egy kereszt, vagy valami, vagy szentelt víz, vagy nem tudom. Szentelt víz, például, ha be akar jönni esetleg, vagy az a vámpírok ellen kell? Igen, az a vámpírok ellen kell. Jó, Kozi, azt hiszem, hogy ezt csináld azt, amit akar, jó? És hát a követni fog. Egyébként én itt vagyok a... ennél a vizénél. A havas erdőben vagy? Találtam egy meglehetősen gyanús részt. Egy meteor ütöttek rá, tehát tudom, hogy a Minecraftban nincs meteor, de ez jól hangzott. Bizony nincs szóval meteor a Minecraftban. Szóval egy ilyen viszonylag szabályos lyuk, aminek a közepén van egy lyuk, egy hatalmas terembe vezet, és van itt egy chest. A chest pedig tele van pakolva pár nagyon jó dologgal. Kezd előről, nem tudok figyelni, bocsánat, baromira parázok, hogy itt bejön a házba. Szóval van itt egy... egy ilyen lyuk, aminek van egy ilyen kis izéje, egy másik lyuk az alján. Ez egy hatalmas terembe vezet, és ennek az egész szélén van egy chest. Kozi, itt van! Kifelé, 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 gyorsan, kifelé, 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 gyorsan, kifelé! De mi fél az az ajtó? Kozi! Ugye nem követ? Ugye nem követ? Nem követ. Ha! Azt, hogy zsibadnak a végtagjén, nagyon beszartam. Kéne, menjünk el együtt arra azért. Nem biztos, hogy ez az a te idegeidnek hiányzik, de... Kozi, legközelebb te videózol, úgy döntöttem. Mert? Mert csak a videósokat támadja. Ez diszkrimináció, hátrányos faji megkülönböztetés. Most én videózok, és azért támad meg folyton engem. Legközelebb te fogsz videózni. Hol van ez a bizbasz? Itt. Itt ez? Ez a ilyen gödör. Ó! Nem. Kéne meglepődnöm. Ez egészen olyan, mint egy izé. És rendkívüli módon hasonlít egy valamire, de szerintem... Pontosan. Feltétlenül egy, hogy is hívják. Szerintem... Egy ilyen tölcsér. Igen, egy ilyen hógyűjtő tölcsér. Szerintem Kozi... Hány szíved van? Hát lényegesen kevesebb, mint neked, ez szinte biztos. Nekem full az életem, úgyhogy én leugrom, de meg tépézz rám. Jó. Péper. Tépé. Kozi. 02. Let's go! Gyere! Teszed le, hogy működik-e? Működik, persze, hogy működik, csak menjél. Jó. Jó, kösz. Szívem, kösz, hogy jössz. Na nézzük, mik annak itt, ez ilyen izé. Nem, első körben visszaregenerálódom, ide beállok ebbe a sarokba. Jó. Ez nem rossz ötlet alapvetően. Nos. Ott van egy ilyen ajtószerű. Igen, én... Hát, nem.
Ó. Ott, ott veled szemben. Itt biztos... Még nem egybe. Szerintem legalábbis azt jól. Fókhálót látok, és biztos vagyok benne, hogy indokolatlan nagy mennyiségű mob fog velünk szembe jönni, mihelyt bemegyünk esetleg. Akkor az az érzésem, hogy lesz egy kis pók. Póktámadás. Póktámadás, az garantált. Kifáklyázom ezt a helyet egy picikét, jó? Metitől már eléggé ismerik a póktámadásokat. Igen, ez hallott, ez kicsit olyan, mint a Harry Potterben, tudod, a másodikban. Láttad, olvastad valami? Nem, egyik sem. Nem baj. Volt, amúgy igazán elolvashatnád, nagyon jó kis sorozat. Hát mondjuk egyszer megtehetném. Mm-hmm. Okay. Szóval... mindegy, most nem azért vagyunk itt, hogy könyvtanácsokat adjuk egymásnak. Abba van az, hogy van az a nagy pók dolog, nem a pók dolog, hanem az a nagy kígyó dolog. Az a tüskés varabén, vagy mi annak a neve? Nem biztosítom ez a neve, valami jó kis neve van az. Tüskés varabén. Nem, mi, most komolyan mi annak a neve? Baziliszkus, az baziliszkus, szóval van a baziliszkus. Varabén forte, a legjobb allergia gyógyszer. Ez most hogy jutott eszedbe, Kozi? Szóval... Kicsit olyan ez, mint az a kicsit olyan ez a Meti, mint az a lény ott, az a... Jó, várj, ez ide jön! Basszus, ez ide jön! Á! Jó. Szóval ez kicsit olyan, mint az a baziliszkusz, hogy csak fordítva, mert őtőle menekültek a pókok. Meti meg szereti a pókokat. Lehet, hogy Meti is egy pók. Vagy upszi, jaj. Jó, oké. Okay. Tényleg van klikkelőm, el is felejtettem. Figyelj! Aki nem tudná, mi ez a klikkelőnek, nem mondom el. Köszönöm. Kozi? Egyszerre mondtam, akartam mondani ezt, hogy Kozi, meg hogy köszönöm, és azt mondom, hogy kozonom. Kozinom. Na jó. Menjünk be, jó, anélkül, hogy leütnél, jó? Na. Csit, mert is most drámai zene lesz, jó? Én most lelőttem a zene drámaiságát azzal, hogy beszélek. Na, nem, ez korán sem annyira drámai, mint amennyi lehetne. Szia! Viszlát! Üdv! Épicsába! Kozi? Ne üss meg! Ne! Ja! Pá! Pá! Búbá! 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 Pics! De miért? Honnan jönnek ezek? Valószínűleg van itt is spawner. De ne legyen! Ne! Én nem néztem rá az Enderman-re, jó nem. Enderman is van. Jó, szerintem én most itt eltávolodok, és innen fogom nézni, hogy te mit csinálsz még, hogy nem. Te ne gyere utánam, ez nem a terv része. Csak én menekülhetek. Én vagyok az operatőr. Én meghalok. A klikkelőnek köszönhetően annyira nem. Na, felkészítettük a zombi támadásra. Az is lesz? Jó, de ez az... Több millió zombi jön felén. Kozi, használjuk ki, hogy mi... Amiknek spawner van... Azoknak a zombiknak spawner van a fején! Kozi, menj már innen, nem tudok jutni. Hallok az Enderman robogó hangját. Pazd meg, Kozi, ránéztem. Miközben screenshotokat csináltam. Fel kéne hagynom a screenshot készítéssel, mert annyira nem vicces. Nem tud bejönni, mi? Ide nem tud bejönni. Jó, akkor szerintem itt biztonságban vagyunk. Mert a szeretőnöknek nem jó, meg fog halni. Köszönöm rólad. De figyelj már, úgy volt, hogy a polgók nem tudnak ilyen két blokkos helyeken. Én meg én is meg fogok halni. Szerv, basszus, én meg fogok halni. Nem kéne. Jaj, ide már tud tépézni az Enderman, ide már tud tépézni az Enderman, gyorsan befelé. De állj a falhoz. Kozi? Miért van egy rács? Ez nem is spawner, ez ilyen rács a fejükön. Vagy nem Kozi? Hagyjad, én tartom a frontot. Jó, majd hogyha kell, akkor szólok. Mert csak egymást fogjuk ütni, mondjuk neked csöppet jobb kardod van. Megöltem egy... Már fél órája nem azzal a karddal ütöm őket. De erre csak most jöttem rá. Ó. Ezeknek gyémánt karjuk is van, és ott egy Ender Pearl, és itt csillezó van. Kozi, itt nagyon furcsa dolgok történnek, ez lehet, hogy valami... Ez a félelmek piramisa. De jó, azért ilyen közhelyes nevet nem kell adni neki köz. De ó, basszus, hogy ezek hogy előjönnek innen, és bele vagyok akarva a pú, állóba. Piramis of félelmis.
játszik egy gémet. Nem, rossz, nem, Megöltem a zombit. De regenerálni kolódok. Szerinted hány ilyen checkpoint van még, ahova el kell mennünk Metinek a baromságai miatt? Hozok vizet. Lehet? Az elmossa! Hoz vizet! Fel vagyunk falazva. Metin kívül melyik állatod még letenni ilyen falat? Menj onnan, mert szeretnék... Szeretnék ezen áttörni. Metin kívül ki tud még letenni ilyen falat? A mobok közül csak jó, ugye? Akkor szerintem nem kéne a túloldalára menni, én speciál pont nem szeretnék, meg javaslom neked se. Szabad így fogalmaznom. Nincs is vödrünk. Kozi, van nálam három, ezből tudunk vödröt csinálni. Igen. Homolok, téper home. Nem, te homo, és én még rátépizek, mert nekem nem ott van a homo, ahol kellene, hogy legyen. Per home. Mindjárt, pillanat. Aj, tök jó, hogy ilyen csítek is vannak. Téper TP Kozi 02. Hú, rossz emlékeim vannak ezzel a házzal kapcsolatban. Valamiért, és valamiért föld van a bejáratnál. Erre még nem tudok kielégítő magyarázatot adni. Mindjárt kisütöm a holmiaimat, és akkor... Van három vasinam, hogy csinálok vödröt. Igen? Jó, nálam is van három vas, akkor beteszem őket sülni. Én csinálj egy vödröt. Jó, akkor én is csinálok egy vödröt. Van víz. Két barát vödröket csinál. Ezt sem tudom, miért mondtam, de nézzétek el nekem. És csinálok egy... már minden kis bizbaszba medit látom. Kozi, szerinted a nézőknek? Szerinted kellene facecamet csinálnunk? Ez csak most jutott eszembe. Igazából lehetne. Akkor legalább látnák, hogy fiú vagyok. Mondjuk nem biztos. Igen, aki kérdezi, annak azt tájékoztatom most, hogy fiú vagyok. Tehát így igen, ez a helyzet. De most bevágunk egy képet rólad. Állva pisilek, és nem vágtunk be képet rólam. Ez a helyzet, szóval... Ja, Istenem. Mert jöttek bizarr kérdések ezzel kapcsolatban, szóval leszögezném most így gyorsan, hogy ez... Kozi, van egy enchantolt vaspáncél a ládában. Ha, nekem van egy enchantolt macskám. Ja, hát az is valami, de... 19 ponton van. Kozi, nincs obszidiánunk, de ha lenne, akkor tudnánk csinálni izét. Te szeretnél még ezek után a nedőrbe menni? Én nem, leszorom a nedőrt, nem érdekel engem, nem érdekel a nedőr. Én izét akarok csinálni. Én varázslóasztalt akarok csinálni, mert... Hát, az széne. Mondjuk, hogyha belegondolsz, megvan a könyv. Nincs meg a könyv, mi? Elhagytuk. Nincs. Gratulálok. Szóval, most belegondolok, a könyvben az volt, hogy mi itt elátkozott kincset fogunk kapni, nem? De. Látod a karibtenger egyet? Talán látod a karibtenger egyet? Aha, már elég. Az elátkozott, a fekete gyöngyátka, ugye? Láttam. És emlékszel rá valamennyire? Nagyjából igen, hát mondasz pár dolgot vissza. Ja, inkább nem mondok pár dolgot, mert az elátkozott kincsekről azért az a film tudna dolgokat mesélni. Ja, hát igen. Szóval nem biztos, hogy igényt tartunk ilyesféle kincsre, de azért lehet, hogy van benne obszidián. Én most mindenre vágyom. De főleg inkább egy obszidiánra, vagy mondjuk négyre, vagy mennyi kell ahhoz? Nem tudom, de valamennyi kell. Nem tudom, mennyi. Na, és most megyünk, és szétcsapunk a kis paraszt nyomorékok között. Amúgy van endörpörlünk, de... Egyébként ezeket csak közben beszéljünk valami máson is, hogy eltereljük a figyelmünket, félelmünket. Nem gondolkoztál azon, hogy vissza kéne venni kaktuszt? Nem gondolkoztam rajta. Vagy ha nem is kéne visszamenni, legalább kéne a csapatával csinálni egyszer közös videót. Ő a felajánlotta, hogy csinál a csapatunkkal közös videót. Csinálhatunk, nekem ez tök mindegy. Én részemben csinálni. Mit keresek szerinted itt a ládádban? Ja, élelmiszer. Nekünk is jó lenne, meg nekik is jó lenne. Igen, de mondjuk főleg nekünk lenne jó, mert... Jó, nekik picivel több
feliratkozójuk van, nekünk 32, nekünk meg 250, de most az ingyen. Jó, amúgy nem annyival több, ez nem annyira sok az se. Milyen köz, kurva kevés. Tényleg iratkozzatok fel! Sokkal több nézettségünk van, mint feliratkozónk, ami normális, de akkor is iratkozzatok fel. Aki megnézi, az iratkozzon fel. Tessék feliratkozni. Hálásan köszönjük azt a 32. Igen, nagyon szépen köszönjük, és imádunk titeket, de legyetek többen is. Képzeljétek, megvan az első pozitív kommentünk egy emberkétől, akinek most elfelejtettem a nevét. Hú, de szépen, hogy elfelejtettem a nevét. Minden esetben nagyon fog örülni annak, hogy most mi elmondjuk. Remélem, hogy igen. Meg azért, hogyha... Azt írta, hogy nagyon tetszik a dolog, és hogy tök jaján vannak a zenék, meg minden, szóval fú, ja, bizony. Bizony, megvan az első pozitív kommentünk, a negyedik alatt olvasható, ha valakit érdekel, majd kinyomtatom és be fogom kereteztetni. Tényleg, kinyomtatom és be fogom kereteztetni. Itt kaptasz a negyedik alá. Nagyon jó, fiú, így tovább. Igen. Ez a második pozitív kommentünk, Kaktusz, neked is köszönjük, ezt már nem fogom bekereteztetni, de azért neked is köszönjük a nagyon. A jó jellegű kommentet pedig Zoltán Sotner, vagy bocsa, rosszul mondok a neveled, de nehéz ezt így. Igen, ne haragudj, barátom, de egyikünk se tartozik a névzsenik közé, szóval igen, köszönjük még egyszer, és most küldünk neked egy virtuális készfogást. Viszont most folytassuk a dolgot, és menjünk el, és igen, még igen. Nem alszunk, tök mindegy, ott úgyis sötét van. Meg hát éjjel-nappal vannak furcsa dolgok, például Meti nappal jelent meg, vagy nem? Nem. Sötétedéskor jelent meg. Én most itt jövök az erdőben, és kicsit nem kéne egyedül lennem. Vagy mondjuk nagyon nem kéne egyedül lennem. Kozi, miért ide jöttem, azonnal óriás mennyiségű pók jelent meg itt az ében, ebben a gödörben. Ez fura, és nem értem, de... Ez szerint Meti itt van. Ütökessem random a levegőt, hát ha megütöm Metit, nem, múltkor se sikerült megütnöm. Kicsit most már félek Metitől. Kozi? Indokolatlanul nagy mennyiségű pókháló jelent meg ebben a gödörben. Akkor ezért zárta le a kijáratot. Basszus. Basszus, Kozi. Ez azért durva. Jézus, az a Isten. Mi van? Vedd, hogy én meghaltam. Mi az? Kozi, itt vagyok, be vagyok szorulva a pókhálóba, és meg fogok fulladni. Rám pedig kb. 9.500.000 darab tányapók támadt, és most lejövök utánad. Nem tudom, hogy ez miért jó nekem, de... Kozi? Ez hogy került ide, és miért került ide? Vajon hogy került ide? Amihez nem tudok válaszolni. Basszus, ez a Matty, ez tényleg nagyon-nagyon durván pókimádó. Lehet, hogy pók. Lehet, hogy egy póknak a szelleme. Lehet. Én nem félek a pókok. Biztos gyorsan a pókok ide fogunk látni. Úgy döntöttek, hogy minket nem akarnak látni, és ez a pókica biztonsági rendszer. Amint a pók királynő biztonság. Válasza a pókica security-t. A pókica security megvédi otthonát. www.pokicasecurity.com Blokkfrissülés, miért nem folyik szét a víz mindenfelé? Merre van a átjáró? De utálom ezt a játékot, pont oda nem akar folyni a víz. Én nem tudok itt keresztül menni. Nem, én sem tudok nagyon keresztül menni, az a helyzet, hogy nem set homoltam le. Le kell mindig set homolni ott, ahol. El kéne kívülnek a kívülnek. Itt volt valami, nem mindig. Nem tűnnek el a víztől rendesen. Gagyi vizet hoztunk, rossz vizet hoztunk. Szerinted arra van, vagy arra? Szerintem erre van. Nem tudom. Szerintem erre lesz. De megérzés, ilyen férfias megérzés. És ja, nem erre kell menni. Oké, ezt a megérzéseket hagyjuk a nőkre a továbbiakban.
Tudod, szokták mondani, hogy női megérzés, meg Igen. ilyenek. Jó, még egy azért gondoltam, hogy szólok. Kozijától nem fognak jobban eltűnni, hidd el. Csak én fogok beszorulni a vízbe. Akkor erre kell menni, ez a következő tippem. De ez most már jó tipp lesz, úgyhogy vetengünk a pókhálóba. Fel kéne gyorsítani ezt a felvételt is. Alá valami vagány zenét bevágni, és akkor... Egyébként elég hosszú rész lesz ez, ahhoz képest, hogy ez csak a... De... Ez már két rész. Két rész? Két rész, igen. Az ötösnek a második fele, meg a hatosnak az első fele. Körülbelül egyébként igen, és nem erre kell jönni. Viszont jó hír, hogy most már csak egy irányba tudunk menni. Mert én meg itt fúrom a... Nem. Két irányba voltál. Még hátra van két irány. Nem, még hátra... Nem. Én voltam két irányba, plusz te voltál egy irányba. Szóval már csak egy irány van, az pedig erre van. És hogy lehet ekkora nem mázlink? De én most itt vagyok egy irányban, de itt nincs semmi. Nem, Kozi, itt ez az utolsó irány, erre lesz, gyere utána. Ott is van. Tessék. Baszom? Igen. Akkor a pekkös bagás vagyunk mi. Már is. Beragadtam a pókhálóba, bocs. Én is az a helyzet. Na! Sziasztok, visszajöttünk, nem sikerült ki. Mert Kozi, állítom, menj vissza az ajtóba, menj vissza az ajtóba gyorsan. És fordulj velem szembe, mert tök jó screenshotot fogok készíteni. Nagyon menőn néz ki. Jó lett, folytassuk. Én és most már elég a screenshotokból, mert... Control. Aha, ez nem magány. Szépen az összes pókalat el fogjuk tüntetni, és akkor már csak a mezei bobokkal kell majd megküzdenünk, ki üt meg. A pók megüt. A pók... pókmalac. Meg fogok halni. Köszönjük, nyilvánvaló kapitány! Úgy érzem, hogy nagyon jó dolog volt ennyi hús magammal hozni. Már nem 22 van. Hú, Kozi! Kozi! Ez a pókirálynő! Ez a pókirálynő! Felgyújtott a pókirálynő! Kozi! Itt a pókirálynő! Nem lehet ez nekünk. Kozi, ez a pókirálynő! Ez a pókirálynő! Hogy kell ezt megölni? Kozi! Eltűnt a padlóban. Meg kell ölni a pók királynőt. És szerinted utána már megkapom az elátkozott kincset? Hát... Cinkes, hogy nem. Hát, ezek a platformról hullanak. Ott is van egy spawner. De jó, ez a piramis, hogy ez baromira tetszik. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy beköltöznék normál keretek között, de hát ugye... Semmi sem nevezhető normálnak, ahogy ezt már említettem. Csak para normálnak. Para. Nincs még intrója a paranormálnak. Na, csinálok neki egyet, és akkor újra vágom a részeket úgy, hogy intró lesz elég, de a paranormálim rá nem kell. Vagy magamnak megcsinálom, de a YouTube-ot már nem fogom ezzel szivatni. Ugyan úgy sem néznek minket, hogy szükség legyen erre. Hogy van, vár, van outrónk. Tök jó. És lehet, hogy ide be is lesz vágva. Van egy csatornaintrónk. Csatornaintrónk is van, igen. Csak Kozélból tényleg le kéne vágni, mert az valami hosszú. Már az intróból? Igen, az intróból. Annyira nem. 30 másodperc azért. Még az én régi intróm, még a Bodaszer Fúdió idején, ne, az legyen a viszonyítási alap. Ha elküldöd a zenét, én rövidebbre vágom. Nincs nálam a zene, úgyhogy nem tudom át. Basszus, Kozi, meg fogok halni. Te hol vagy? Ezre most nagyon nagy szükség volt, apó királynő! Megöl apó királynő! Megöl apó királynő, de a víz meg, megvéd! Megvéd! Meg jó, inkább a szoba hagyom és hallgassuk tovább a drámai zenét. Ne! Hiszem, hogy pont mellé nyújtom, mellé
nyomtam egy pillanatra azt a nyomorú izét. Hol a pókirálynő? Egyetlen egy gombot ott. Te látod? Azaz? Igen. Nem látok semmit. De hiszem, hogy ott van. Viszont ővük egymást, ezek nagyon sötétek. Mert nem kéne ketrecet húzni a fejetekre. Hups, Enderman! Enderman! Én léptem, gyerekek. Szerinted a pókirálynőt hogyan lehet megölni? Itt a pókirálynő. Megütöttem, de eltűnt. Ezért hogyan kell megölni a pókirálynőt? Ötletek? Nem lehet megölni. Vagy válte? Meg lehet. Nyilván valahogy meg lehet. Mi volt a könyvben, hogy öljük meg a pókirálynőt? Enderman. Enderman, meg a Creeper, meg az Ender. Elimináltam az egész hallert. Ránézett valamelyik barom. Én most magaslaton vagyok. Hallod, amúgy meg lehet ütni a pókirálynőt. Ha nem lennél meg... Megütöttem, és lehet, hogy meghalt. Nem hiszem. Szerintem a meghalás fele lehet, hogy valami ilyen... Fényjelenségű, valami ilyen menő tűz lesz. Hát... Szerintem beleragadok a pókirálynőt. Ja, vagy megkapjuk az elátkozott kincset. Kincs, pénz, dia, arany. Smaragd, emerald. Amúgy én javaslom neked azt a technikát, amit én alkalmazom. Mit? Hogy onnan kurva magasra menekülsz, és akkor... Á! Ne! Nem regenerálódok, Kozi! Öld meg őket, ne engedd ide, nem mindjárt elfut az összes életem. Pókirálynő. Abszolút. Nem dörnél, nem nézünk rá. Nem jól volt. Mezinyóra nem lövünk. Az Endermanre nem nézünk rá. Ez most nagyon nagy hülyeség volt a részemről, viszont... Hol a fákjám? Dont hoztam fákját. Pics. Én nálam van 5. És hol a vizem? Ja, itt van. Ez már volt. Mi volt ez? Figyelj! Figyelek. Lapok. Nem tudom, lehet, hogy meghalt. Szerintem meghalt. De... Jó, maradjunk itt még egy-két percig, ha nem jön vissza, akkor meghalt. De nem kaptam kincset. Hát, én erre számítok. De nem lehet így vége, itt kell lennie valaminek. Kutassunk át mindent, hogy eltüntettük az összes pókhálót. Minden bizonyja van itt valami. Éppen azért fűzzük, hogy a pókhálót eltűnjön. Gondolom, ezt látod. Ha itt egy boxban van. Üsd ki, indokolatlanul gyorsan. Pillanat, a saját vízem elsodor. Mi van a ládában? Nem tudom kijutni a spawner, mert nincsen nálam csákány. Én ki tudom jutni. Akkor gyere ide, tévézz rám, gyorsan. Bocsi. Ott a láda. Nyitogatódik a fedele. Te miért gyújtottál fel, barátom? Bocs. Na, én nézem meg, mi van a ládában! Baszki! Elátkozott fény, szerző Meti. Olvasszál egy címet. Sötét van, nem látom a betűket, de felolvasom. Csak te fedezd. Jó. Ki az elátkozott kincsre kezét ráteszi, örök kárhozat illeti, és örökké fogják kísérteni. Kozi? Igen. Ugye még nem vettél ki semmit? Semmit. Nem vettem ki semmit, csupán kinyitottam a láda fedelét. Most hagyjuk itt, de hát ez nagyon sok kincs, ez borzasztó. Ezt én nem tudom itt hagyni. Az az örök kárhozat olyan borzasztó, meg a kísértés, ez... Figyelj, eddig is kísértettek minket. De lehet, hogy abba hagyja.
Nem, itt kell hagynunk a kincset, nem nyúlhatunk hozzá, hát. De, vigyük el. Vigyük el. Hát izgalmasabb lesz a nézőknek. Nem szabad, Kozi, nem szabad. Na jó, nem bírom ki. Kiveszek belőle mindent, amit csak tudok. Én meg a másik személy. Jó, én az értékesebb dolgot nagyjából kivettem. A pókhálót is hoz, mert az is nagyon jó cucc. Jó, egy kardot benne hagytam. Milyen kard! Fuck! Egy armor kérdezik. Ez nagyon durva. Jó, van egy armor. Ezt most lecserélem a sajátomat, a többit meg odaadom neked. Jó, itt van. Két... bocsánat, hogy kérek, két armor van benne. Jó. Azt mondjuk. A világ rövid csak. Akkor azért vele egy életen keresztül gazdagok leszünk. Kiveted az armor egyik részét, a nadrágot. Bocsász. Hát az biztos, hogy gazdagok leszünk. Tök pite. És itt többivel mi legyen? A földet kiteszem. Fonál nem kell. Ásó. Igen, jó. A ládában mi van? Rohadt sok pókhálónk van, de... Van egy láda a ládában. Jó. Sóderekesnek le a plafonról, egyre több. Helyem, nem tudunk befalazódni. Kozi. Hú, most gazdagok vagyunk. Mennyi gyémántöm? 64 gyémántöm, baszki. Kozi, ebből életünk végéig gazdagok leszünk. Ebből életünk végéig úgy tudunk élni majd, mint az urak. Csak... ez a kísértés ne lenne. Meg a, az illetés, meg a kísértés, meg a kárhozat. Nagyon rossz dolog az a kárhozat? Nem jó. Sötét van. Csukd be az ajtót, csukd be az ajtót, csukd be az ajtót. Sőt. Sőt, falaszd be az ajtót. Sőt, gyémántömbben falazzuk be, mert megtehetjük. Tessék, itt van. Nem kell állni, gyémántömbben fogok aludni, gyerekek. Tessék, itt van. Na jó. Viszont viccet félretéve, Kozi, meg kell oldanunk, hogy Meti ne tudjon ide bejönni. Falakat kell építeni kőből, óvópincét kell csinálni, és kell egy védelmi rendszer is, és távol kell tartani a pókokat is, mert nyilvánvalóan a pókok a segédjeik. Mondjuk már... Kozi! Igen? Sóder jelent... Kozi! Sóder hullik a házunkra! Kívülről! Kozi! 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 Nem jó, de nem tudok ő csinálni. Most kimenjünk, vagy... Ne menjünk ki. Nem, nem. Leteszem a cuccokat. Felvettem az armort. Szerinted Meti itt van? Szerinted Meti csinálja? Szerintem ő csinálja. Ki más csinálna? Itt is Oder van. Mm. Nem akarok kimenni. Pedig Kiki... Ó, ez menő. Jó, mi? Hups. Kozi? Még a tetőablak, még a tetőablak, még a tetőablakon nincs... És... üdvözlök mindenkit, én Komatya vagyok, és... itt van Kozi is. Sziasztok! Az a helyzet, hogy... hogy félünk. Bizony, félünk. Megszereztük ugyan az áhított kincset, de valahogy nem az igazi... Miért csöpög víz a tetőről? Én ezt a kérdést nem tenném fel a te helyedben, Kozi. Miért teszel a most a gyémánt tartalékainkat itt felsorakoztatom, hogy nehogy a láva nehogy a láda robbanjon fel inkább. Nem? Vagy majd legközelebb, majd később csinálunk egy föld alatti ízét, ilyen védő bizbasz, de most ne. Most még nem kell, csak... Ugye, szerintem ki kéne menni a házból. Ja, igen, ez is egy furcsa dolog, mert indokolatlanul nagy mennyiségű sóder vesz minket körül, és fura hangokat hallunk. Ez valószínűleg már a Meti könyve által emlegetett...
kárhozat és elátkozás és illetés és kísértés dolog. Vissza is teszem ezt a könyvet, hát ha egyszer erre szükségünk lesz, és taptunk tök pitét, azt meg lehet enni? Meg lehet enni. Megeszem, jó? Tessék, hát nagyon nem értem meg ezért elkárhozni. De nem baj, mindegy, most már... Szóval van véggyöngyünk. Lefekszem aludni, jó? Oké, most már nappal van. Most már talán kicsit könnyebb lesz kimenni. Hozok csákeszt, mert bármi lehet. Csákucit jöttöd? Én gázhangokat hallok, na Kozi? Mi volt? Kéne egy ásó. Várja, nem, várj! Van egy fákja, keresek egy fákját. Kéne egy valami értéktelen ásó. Menj onnan. Csak egy fákján volt. Megütöttelek, bocsánatot kérek, Kozi. Nem esnek le. Kozi! Ezek elektromos creeperek! Elektromos creeperek! Elektromos creeperek mindenütt! És gáztok! És futás! 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 Megöltem egy gáztot. Megöltem még egy gáztot. Kozi! Sorra ölöm meg a gáztot. De részről én félek. Tényleg? Köszönjük, nyilvánvaló kapitány! Beleste egy gödörbe és rám zuhannak az elektromos creeperek! Fuck! Ne! Kozi! Basszus! Ott van Meti! Csak a ház maradjon éppen, ott van az összes gyémánt tartalékunk. Hát ez kell már szóval. Kozi. Ez nem vicces. Vannak még? Egész könnyű megölni ezeket a gáztokat. És nem rombolnak. Ki van kapcsolva a gáztok rombolása? Addig jó nekünk. Jó. Ki van kapcsolva? Ki van kapcsolva a creeperek robbanása? De jó. Akkor nem fognak kinyírni minket. Mármint nem kinyírni nem fognak, hanem... Sebezni. Mert nem. Sebezni fognak, nem fognak majd. A házaink nem fognak felrobbani. Nem fognak felrobbani a házaink, meg a gyémántjaink. Ezért tudom lőnia. Azért valamennyire robb, de robba! Kozi, robban! Robban! Ó. Oh. De egy pillanatra a másik nem tud visszakapcsolódni. Lehet, hogy be volt kapcsolva, csak... Bug. Valószínű, bug. Nem lehet ezt lelőni, mert állandóan repkednek. Hát igazából ez a lényegük a... A házon meg elektromos creeperek spawnolnak. Kozi, nekem nem tetszik ez az elkárhozott dolog. Figyelj, ne menj a ház közelébe, ne menj a ház közelébe. Maradjunk itt a francba távol. Kozi együttéssel megöli a creepereket a kardom. Szóval annyira nagyon nem probléma. Visszajöttem a gaz lövegétét. Hogyan repül? Kozi! Felrobbant a fél ház! Én mondtam, hogy nem egy ház közelében. Én már nem is tudom kivegyni. De legalább gyémántok, nem? Kozi! Igen. Mit csináljunk? Ez így nem mehet tovább. Ez így nem jó. Ez a kárhozat szakarod, nem. Vidőr! Milyen vidőr? Fuck vidőr! Vidőrrel már komolyabb problémák vannak.
Milyen blokkok vannak nálam? Van nálam 3 föld, 4 sóder, be kéne menni a föld alá, van nálad csákány, vigyázz! Van nálam csákány. Baszki! Gyerek, óvatja, ások, ne feledj járatni. Csatlakozom. Yeah. Csatlakozom, uram. Amúgy egy ilyen szűk járatban sokkal védtelenebbek vagyunk. Itt vagy mögöttem? Igen. Csak fotókat készítek. Húter! Fa! Creeperfa! Creeperfa! Creeper! Kozi! Ezek így jönnek utánunk. Persze. És itt fogunk élni? Mennyi fa van nálunk? Körülbelül 0, ugye? Sem ennyi. Viszont köven van bőven. És kaja? Nem sok, de van az valamennyi. Az bőven nálam, nagyon sok van. Csontot tudunk szerezni. Órát, tudom, hogy mikor van nappal és éjszaka. De a creeperek nem égnek el, se a gáztok nem égnek el. Nem kellett volna megbolygatni a Pók királynőnek az elátkozott kincsét. Most már tudom, de... De akkor ezt... Igen. Bármit, de... De bármit nem véd ki. Ugye, ások... Kuzi! Most meg ez is molyok támadnak ránk. Jó, én diakarban bármit. Nem, igazából nem tudnak bejönni az a helyzet, tehát Kozi ugyanolyan, full ugyanolyan diakardon van, mint neked. Ja, az más. A vidőr minden szétlő odafönt. És igazából fölöttünk lövöldöz, a házunkból már alig van valami, látom a külnapot. Az egész körlet megsemmisül. Kimegyek, elcsalom! Ne! Kozi! Ja. Ott robbanj fel, ahol vagy, büdös elektromos creeper. Kozi! Ezek nem robbannak fel, nem robbannak fel az elektromos creeperek. Legalább ezeket lőni szép a videóinkkal. Ups, de ez most nem volt az. Jó, Kozi, Kozi! Hogy te nem vicces lehet, megütöttél. És lement majdnem a fél életem. Most túl durva tartom. Oda lenni! Áááá! Megöltem a gyerekszomos kívülben, együtt. Baszt. Kozi, a gyémántot kéne elvinnünk meg a... A vidőr miért nem lövi a gáztokat? Amúgy most már nincs vidőr. Hol vannak azok a cuccok, amik nálunk? Hol van az a lyuk, ahol voltunk? Mert ott vagyok, lesett hol... Váááááá! Kozi! Igen? Nagyon sok vidőr van a házunknál. És a páncélom kezd leépülni, a szuperpáncél kezd leépülni. A királynő szuperpáncélja. Sok creeper. Kozi, gyere el a háztól, gyere el a háztól, csaljuk el a háztól a creepereket, és akkor le fogja őket lőni a vidőr. Nincs kajám, nincs életem, és... Jó, én erről lemondtam. A silverfish hegyeket leteszem a földre, hogy... Mi van a cuccokkal, amit nálunk voltak? Azok odalent vannak, de én, Kozi, amúgy szerintem én mindent magamhoz vettem abból a ládából. Az, ami ott volt, az nálam van, tehát a Ghast Head. Van nálam egy Ghast Head, ez... Nem a láda, nem a láda, a izé. Itt fejek vannak, a szkeletonok. Én tettem le a fejeket, a szkeletonokat már kevésbé. A izékről beszélek elsősorban. Azokról... Bocsász? A cuccokról, amik a... Az én cuccom, amik nem vannak valahol a barlangon. Kozi, meghaltál, felvettem őket. Nálam vannak. Ja, hogy akkor te ott voltál és felvetted? Jó, elmenekülök. A vidőr szétlőtte a ház felét. Túlsatott a vidőr. Futás, előre futás. De nagyon durva háborús filmet tudnál úgy csinálni. Jó, ez az F5 dolog nem működik. Kozi,
Tűnjünk el onnan, tépézz rám. Ja, jó, már rám tépéztél. Basszus, mik vannak ott? Vidörök lövik egymást. Van egy ugyanolyan kardod, mint amit te is kaptál? Igen, a házba van. Kozi, bemegyek a házba. De vond magadra a bizbaszok figyelmét, és én bemegyek a házba. Oh. Csákány? Basszus, nincs nálam a csákány. De van nálam 12 kísértett könny, az azért megéri. Nem, igazából kurvára nem éri meg, hogy megölnek minket. Most nem látok senkit. Ott egy creeper, ennyi. Köszönj vissza, ennyi? Semmi? Csapda? Hol a csapda? Ott van néhány pók. Ott van egy csomó izé. Jó, de semmi extra. A házban nagyon sokan vannak. Én kihozom a creepereket. Kozi, csaljak? Kicsit. Ha esett ki a creeper. Nem. Nem, nem az. Paper butcher. Inkább itt robbanjat ugye. Vigyázz, mert bármikor újra spawnolódhatnak. Fuck! Kozi? Emlékszel a régi házra? Nem abban vannak, ebben vannak. Gyorsan! A gyémántokat is, mindent! Mi nem kell, ez nem kell, ez nem kell, ez sem kell, ez sem kell, ez sem kell. Ez jöhet velünk. Itt még vannak? Kozi? Igen? Kardom már nincs, de legalább van egy csákányom, meg egy jó íjam. Futás! Nem tudok futni. Ilyen durva lak, még soha nem volt ezen a számítógépen. Ezen a szerveren se volt még. Ilyen lakot, sosem éltem át az ő működik. Ugye, egy háború szerző lett a lakásunk körülményben. Kozi! Nem, nálam van minden. Csak védj már meg, Kozi! Tépézz rám is! Itt jövök utána. Szeretnék járni. Van egy ötletem. Van egy ötletem. Eltépézek a picsába. Egy tök ismeretlen random koordinátára elmegyek. És te meg gyere utánam. Kozi? Melyik a magasság koordináta? A második helyre kell írni a magasság koordinátát? Vagy a... Nem tudom. F3. Nem. F3. F3, magasság koordináta, második hely. T per, T, P, F3, F3-nak, F3-nak vége lehet. T per, T, P, mínusz 1000, 64, legyen 66, hát a hegy, vagy hát a 8. Akkor T per homézok gyorsan majd. Van 3. Minusz 5000. Na, az nagyon messze van. Nem tépéz. Tehát, hogy utána kell írni, hogy komatja. Miért nem működik a chat? Komatja. Nagyon. Bármikor itt lehet, megszól. És üdvözlök mindenkit, én Komatya vagyok, és ez itt a Paranormal Survivor. Itt van Kozi is, jelenleg nem tudom, hogy földrajzilag hol tartózkodik, de a hangját halljuk. Itt vagyok. Igen, halljuk, de hát látni ne... Ott van, igen, megvan. Szóval, időközben épült ide egy ház. Oké, megvan. Jó. Szóval időközben ide elkezdtünk építeni egy házat. Fát, Kozi, fát, add már ide, amit addig gyűjtöttél. Amit eddig gyűjtöttél, add már ide, mert nekem teljesen elfogyott. 64 és viszem. Szóval, hogy ami eddig történt. Eljutottunk egy ilyen helyre, ami egészen konkrétan a mínusz 1000 plusz 60 és mínusz 5000-es koordinátákon található.
és hogy itt és mi van, itt ide miért jöttünk? Azért jöttünk ide, mert úgy gondoltuk, hogy az illetés, a kárhozás és a nagy mennyiségű vidör elől majd esetleg el tudunk menekülni. És az a helyzet, hogy itt bizony lényegesen kevesebb elátkozás és kárhozás és vidör van, és Meti sincs itt, és illetésből is jóval kevesebb jutott osztály részül, mióta itt vagyunk. Jó, azért komolyan vigyázz, mert hogy most nincs itt Meti, az nem jelenti azt, hogy nem is lesz, szóval ne kiabáljuk el, de... Hát figyelj, én optimista vagyok. Eljöttünk, lehet, hogy a hatalma csak arra a helyre koncentrálódik. Aztán kész. Egyébként azt se tudjuk, hogy ki az a Meti, vagy ki milyen hatalma van, szóval fogalmunk sincs az egészről itt, hogy... Ettől függetlenül reméljük, hogy nem is kell megtudnunk. Szóval... igen, ide egy blokk, és elkezdtem építeni egy házat, éppen az imént, amíg Kozira vártunk, hogy végre videózhasson. Hogy tetszik eddig, Kozi? Tetszik, jól néz ki. Mert jó. Még nem látom, hogy pontosan hogy is fog kinézni, de tetszik már most, mert ilyen futurisztikus és ilyen. Már nem, egyáltalán nem futurisztikus, de szép. Szépnek szép, oké. Okay. Szép, akkor, szerintem. Tehát különleges, úristen, Kozi. Szóval... Tényleg különleges, mert hogy olyan technikával építsen. Különlegesen szar, értem én, köszönöm szépen. Szóval... ami eddig történt, eljöttünk, nagyon sok cuccunk van, és éppen azzal bajlódunk, hogy egy olyan erődöt építsünk, ahol esetleg majd megvédhetjük magunkat a támadások csákány, elől. Ez nagyon-nagyon óvó. Igen, Kozi még mindig a szuper csákányának örül. Én jelenleg félek azzal kapcsolatban, hogy mik történhetnek, hogyha az elátkozott csákányt használjuk, de egyelőre még nem történt semmi, pedig mert nem Kozi, én kraftoltam szünetben. Szóval, hogy hol tartottam? Hogy reméljük, hogy... nem elfelejtettem, hol tartottam, tök mindegy, kezdjünk egy új gondolatmenetet. Ahhoz, hogy nem, most már nekem is eszembe jutott, arról akartam beszélni, hogy ahhoz, hogy itt megvédhessük magunkat, esetleg szükség lehet obszidiánra, vagy minimum vasra, és ehhez bányászni kell. Nem sok obszidián kell, vagy nem sok vas kell, de egy nagyon pici kis szobát azért kéne belőle csinálni, ahol át tudjuk vészelni az esetleges támadásokat, ezért el kell mennünk bányászni. Persze jól hangzik, hogy az óvó bunker miatt kell elmennünk bányászni, de persze nem csak ez a fő indok, hanem nyilván alapvető dolgok nincsenek meg, például nincsen vödrünk, ahhoz is vas kell, aztán jó lenne valami kis kaponyító szerkezeteket építeni, ahhoz meg majd redstone-ra lesz szükségünk, szóval... Szenünk az van, hála Istennek az... Szenünk az van, igen? Szenünk az van, az azért van, mert... Mert itt volt, mikor elbontottad ezt a hegyet? Aha. Jól van, akkor az van. Sőt, megnézem, hogy mennyi... 3x64 plusz 50 darab szenünk van, úgyhogy ez... És... kijött, ez egy új téma, amíg itt építgetjük ezt a házat, kijött az 1.8, már egy jó ideje kijött egyébként, viszont kíváncsi vagyok, hogy mi róla a véleményetek. Én mindenképpen kipróbáltam, és... Igen. És az a helyzet, hogy vitatnám többek között a páncél állvány létjogosultságát, illetőleg nem vagyok teljesen tisztában azzal, hogy miért van szükségünk óriási nagy víz alatti izékre, de már nekem ott is problémám volt, amikor behozták a vízbajomot, mármint hogy az óceánbajomot, tehát én már ott is kiakadtam, mert... Jó, az óceánbajom az abból a szempontból jó, totál fölösleges? Abszolút fölösleges, de olyan idegesnek lehet tőle. Mikor oda spannolsz? Hát ez az... Fú! Egyrészt, amikor oda spannolsz, másrészt, amikor el szeretnél menni kalandozni, beülsz egy csónakba, és 2,5 órán keresztül óceánbajom van. Meg. Mondjuk az a helyzet, hogy itt is óceánbajom van, tehát hogyha itt akarunk majd elkezdeni kalandozni, ami hát ha megszabadulunk az illetéstől és a kísértéstől, akkor muszáj lesz kalandoznunk, mert hát ez a sziget ez nem igazán bővelkedik az ásványkincsekben.
Mármint, hogy nem tudom, nem jártam még a föld alatt, de gondolom ott is olyan sivár, mint itt a felszínen. Valószínűleg. Szóval, hogy el kell majd menni helyekre és szerezni kell dolgokat. Ott volt egy boszorkánykunyhó, találjátok ki, mi volt benne? Semmi. És... Egyébként én ilyen csúnya bájomot még soha az életemben nem láttam. Figyelj! Összerakták a legcsúnyább bájomot, összerakták ezt a földes, köves, dombos bizbaszt a helyenként hóval és helyenként nagy fenyőkkel, de egyébként fűvel, sötét zöld színű fűvel tarkított hegy. Az ott mi? Kérdem én, az ott mi? Jó, mindegy, nem is idegesítem fel magamat. És mivel díszítették, mivel sikerült kidíszíteniük ezt a már alapból borzasztóan ocsmány, Nem, erre nincsenek is szavak, nincs ilyen kifejezés, amivel ezt le lehetne írni. Mivel díszítették? Sárga virágokkal. Uraim, sárga virágokkal. Én kérek elnézést. És... Ezt tudod, hogy mondják palócosan? Hogy mondják palócosan? Sárga virág. Kőstlül a virágok. Ott a sárga kifejezés, ez nem sárga, hanem sarga. Sárga. Na. A virág. Sarga virág. Szóval, Kozi, kész van. Már egy ajtó kell, meg homok. Van homokod? Az mindjárt kész lesz. Nincs homokom. Jaj, te közben építettél ide egy óvóbunkert. Pontosan. Teljesen jó. Valószínűleg annak több hasznát fogjuk venni, mint ennek a kis szépségnek itt. Ettől függetlenül szerintem tök jó. Elmegyek homokot bányászni, de szerintem nagyon jól néz ki. Uh-huh. Na. Ide ezt. Amúgy van homokunk? Van! Egy, azaz egy szem homokunk van. Uh-huh. Légy boldog vele, komolyan. Hát abból nem sok ablak fog kijönni. Mindjárt megyek homokot bányászni, csak még előtte eszem. Egyrészt. Jó, jó itt vágyat. Clearlag dobálja nekem az üzeneteket, az olyan kis megfitt. És neked honnan? Én még mindig nem látom a csetet! Most már nagyon elegem van ebből a rohadt legendáriból. Ez bárki szerinted? Először is ott volt azok a sok hülye izék, ami úgy építettem az egész várat. Vannak róla izék képek, majd megmutatom, nagyon viccesen néz ki. Ilyen levegőben lebegő izék, amik aztán először csak levegőben lebegő izék voltak, aztán a vízben megjelentek ilyen nagy zöld izék, de nem, először csak szintelen nagy zöld izék voltak. Szóval először csak láthatatlan nagy izék voltak, amiket csak onnan lehetett látni, hogy kiszorították a vizet, tehát hogy nem volt víz a helyükön. És ilyen grafikai bug volt. Aztán utána jöttek a zöld izék, és jött egy zombi, nem is egy zombi, legalább 20 percen keresztül a zombik úgy néztek ki, hogy nem volt nekik testük, csak egy ilyen szürke téglalap. Beszélj valamit, légy szíves. Oké. Beszél valami... Azért, igen, zúgtál, szóval ilyen nagy zöld izé volt a... Nem nagy zöld, hanem ilyen kis szürke valami volt a testük helyén, és a mini zombiknak meg egy egész... Olyan volt, mint egy műzlis doboz, csak szürke. A mini zombik testén pedig kicsi szürke műzlis dobozok voltak, és sőt, nem is az volt a testük helyén, hanem az volt a testük, tehát csak néztem, hogy mi az, egy ilyen szürke műzlis dobozot ugrált meg hörgött előttem, és akkor jöttem rá, hogy zombi, amikor rákattintottam tárgyfelvétellel, hogy és a kezembe nyomott egy zombi tojást. Szóval... Ez kedves. Szóval, érdekes volt. Minden esetre csinálok egy gyémántásót, csinálhatnám fából is, de azért miért pazaroljam erre a fánkat, mikor gyémántból vagy 6-szor annyi van. De a legtöbb még mindig a kőből van, tehát azt... majd a ládákat be kéne hordani, bár egyelőre nem fontos. Egyelőre bányászni kell. Uh-huh. A házunkat, nem csak a tiéd lesz, hanem az enyém is. Igen. Szóval a házunkat azt mindjárt beüvegezem, de valószínűleg csak reggel. Na már 5 üvegünk van, ezt a sebességet figyeled. Ezzel a sebességgel. Most még a sütőkre egy pár gyorsítót, és akkor már is trrrr sütnének, hogy trrrr. Ja, hát igen, trrrr. De az a tekit sajnos, olyan a normál Minecraftban nem van. Na domboldal, fákját neked. Gyere domboldal. Pókicára nincsen szükségünk. Köszönjük az esőt akárkinek.
Nocsnak, főleg. Ha ja, azt, az azt... Az esőt még Nocs rakta bele, igen. Pók. Szén és zombi. Üveget adjál, tessék, remek. Na most már nagyipari módon sülnek a... Csontváz. A sütik. Jaj, csonti. Csonti. Tessék, el van osztva a sütőben. Most már csak az a dolgunk, hogy az összes üveget kivegyük. Jól van, én itt kifelkeztem a placot is, hogy azt szeretném. Jól tetted. Nem fog tudni olyan nagy mennyiségű szar rá támadni, mint eddig. Szar, látom, a szar ember! Kulabá! Na jó, nem, te jaj, azt nem láttad, nem láttad, mert te nem nézed a South Parkot, amit még mindig nem tudok kimondani. Szóval neked ez nem poén, de... De Dancsónak a... Ja, a szarember, igen, az is elég kemény volt azért. Na, Kozi, nézd csak, itt lesz egy ilyen figyelő ablak. Rendben, jó. Előttem a slime-ot tenger közepébe. Jó. Ami 1.8-ban van, az a slime izé, az nagyon tetszik, de az összes többi az totál fölösleges. A slime ugrálós cucc. Igen, igen, a slime blokka. De a páncélálvány, na nem, ne is beszéljünk róla, mert megint felcsezem az agyamat, aztán itt... Elkezdek beköltözni, oké? Okay? Jó, én ezt már javasoltam neked korábban is. Először is, ide rakok egy ládát. Na, Kozi, szép lesz a ház. Nagyon szép lesz. Itt még mindig megmaradtak a potionok, sőt az elátkozott kincses könyv is megvan. Ó, hát ez nagyon hasznos. Oké. Okay. Ez a chest, ez betelt. Na, ha ez kész, megyünk bizonyám bányászni, ugye? Bár. Ja, jó, és megint. Csinálok létrát, mert ide kell létra. A ház kiméletesen. Hihetetlen amúgy, hogy egy epizód alatt meg tudtuk építeni a házat. Mármint, hogy megépítettem én a házat egy epizód alatt, ez azért van, mert megcsináltam, és nem pedig azzal foglalkoztam, hogy most itt egy blokkal hosszabb vagy nem. Sőt, így szép. Van néhány tök fölösleges része, de ettől függetlenül. Na, nézd csak itt. Itt is van egy slime. Na, ott a tetőt még be kell... Miért van egy slime kölyök? Slime fejet adott. Ez nagyon vicces. Figyelj, kiteszem ide a slime fejet. Nincs ez slime textúrája. Na mindegy. Szóval... Meg kéne csinálni majd a Milka tehenes textúra akkor. A Milku cibocellár is. A görgőgombra tettem a fotókészítést, rájöttem, hogy az a legjobb. Szóval mindig kéznél van, az, és az altra tettem a... Javaslom egyébként mindenki másnak ezt a beállítást. Az altra tettem a... Az altra tettem a tárgyfelvételt, és az a space mellett van, csak arrébb kell nyúlnom egy 2 centivel, azt ott van. Tárgyfelvétel, tök jó az egész. És baromi jól is a kamerakép lágyítását, hups, ez az üveg kárba veszett, kamerakép lágyítását pedig rátettem a kamerakép lágyítását pedig az izére tettem a, mi az a tabra. 46 tapasztalati pontom van. Nekem 20. De én inkább házat építettem, ahelyett, hogy azokat szereztem volna, szóval nekem azért van ilyen kevés. Nem szereztem olyan sokat egyébként, amikor elkezdtem házat építeni, vagy mi az, nem házat építeni, azt te csináltad. Mi kezdtem el? Zombikat ölögetni. Fát vágni, meg bányászni, meg zombikat ölögetni. Akkor nekem már eleve volt 40. Jó, ide még majd mindjárt hozunk egy fejet, mert most nem pazarolok. Ez itt egy erkély? Nem, ez azért van, mert csak jó. Modern építészet jó. A fénytörés meg a fényhatás kedvéért építettem. Így hoznál még nekem üveget? Kérlek. Okay. Meg az összes fejet, ami a ládában van, ide hoznád. Na, és most már tényleg menjünk el bányászni, mert most már szükségem van vasra. Égető szükségem. 27 darab üveget hoztam neked. Jó, az megfelel. Passzold ide. Vagy? Itt vagyok fent még mindig a tornácon. Nem, ez rohadtul nem tornác. Kozé, te mit csinálsz? Liftezel egy kicsit? Így? Remek?
A Ctrl-Q billentyű kombinációt kerestem, ami a legendarinál nagyon rossz, mert először rá közelít, Ctrl-lal, aztán a Q-val eldobja. A Ctrl-Q az az összes eldobás. Tudom mi az a Ctrl-Q, csak... A pighead, pighead! Ne, én nekem miért nem látszanak ezeknek a textúráknak? Látszódnia kellene. Ja, és a rossz emlékek, a ghasthead. Ide kitesszük őket szépen. Mindegyiknek kinyílik a szája, mikor leteszem. Adok még neked üveget. Jó, van, több már nem kell. Tegyük bele a ládába, jó? De ha már ide dobtad, akkor elfogadom. Na, Kozi, kész a házunk, teljesen jó. Kész a házunk. És jól is néz ki. Na. Nos, az miért olyan csúnya az a lépcső? Átok mindegy. Szóval... Mi kell egy bányászáshoz? Csákány. Nos. Akkor hol? Itt. Gyönyörű, rendben, is kész. Van egy, meg nálam is van. Rendben. Ezt nem visszük, mert úgyis csak meg fogok közben halni. Ó, van 64 gyémánt, amit igazából érdemes lenne lerakni. Nekem nálam 4x64 gyémánt volt. Zúzott kő, követ viszek, mert hisz miért ne. Ez a láda, ebbe még fér. Igen, akkor ebbe tesszük a sok szemetet. Tessék, a kard, az kell, az ásó nem kell, ez nem kell, a barkács azt letesszük, és több nincs, de csinálok még egy ládát. Vagy még kettőt inkább. Tessék, itt van. Potik, véggyöngy, nyers hal. Ó, hát kaján nincsen, de hisz ez nem túl meglepő. Majd igyekszem nem sokat ugrálgatni. Nos! Az eső is, meg a slime hang is, és a slime hangot elintézem. Kozi, jó, hol lehet itt bányászni? Hát igazából bárhol. De mégis valami közelebb, itt nem tudsz mondani? Mondjuk ott, annál a hegynél ott. Tehát akkor essünk? Hát tök jól néz ki távolról a házunk. Nagyon büszke vagyok erre a házra. Na jó, szóval... Én milyen büszke voltam az előző házunkra. Az előző kettőre? Nem, az elsőre nem, a másodikra. Az nagyon jól nézett ki. Aha. Na jó. A Diamond sziget mellett, parton. Vissza kéne menni elhozni a maradék gyémántokat, hát ha már lecsillapodott ott a... vidöröződés. Nem igazán, jártam ott videószünetben és nem csillapodott le a vidöröződés. Ó, tök. Na, Kozi. Te... A tököt azt elhozzuk. Az kell. Nem, az túlzás, hogy kell, de a birtoklási mániánknak nem tudunk határt szabni, és ezért... A legjobb mondjuk a dénye volna. Az könnyű, egyszerű, termeszteni, meg minden van rajta. Hol vagy már? Ó, vigyél már, nincsen a csákány... Itt vagyok lent a gödörben. Nincsen a csákányon nem hatékonyság, hanem ilyen hosszú élet nincs rajta. Hogy hívják azt? Sokáig tart. Törhetetlenség. Az. Nincs rajta törhetetlenség. 10, szerencse 10, hatékonyság 10. Szóval nincs rajta törhetetlenség, és ezért... Ezért az annyiben nincs, úgyhogy vigyázni kell. Csak ássak lefelé? Nincs kajám. Hát üdvök. Ó, de nálam van 2 pik hús. Az honnan van? Egyet adhatsz. Na, találtam is egy bányát, remek. Jó, megyek. Fákján sincs. Hát miért nem hoztál? Basszus, de jó, ez egy tökéletesen szimmetrikus helyiség. De jól néz ki. Na jó. Mondjuk sokkal jobban néznék, hogyha lenne benne néhány érc. Például az a szén az ott egész megfelelő mondjuk. Ezzel a szuper csákánnyal már a szénbányászás sem túl nagy kihívás. Csak nem is uncsi. És sokat kapok érte. Mondjuk ez sokat, eddig is sokat kaptam a szénbányászat. Gondolom fa sincsen nálad, vagy bot, vagy ilyesmi. Semmi. Ó, nálam van 12 bot, halleluja. Van 48 fákjám. Egyet leteszek ide, jó? Egy csontváz lőtt rád hátulról, gondolom feltűnt. Nem tudok regenerálódni, szóval nagyon durván le kell ezeket csapnom. Csontvázhedet kaptam, ott még egy csontváz levadászom. Ops, egyszerre kettő. Nem baj, mind a kettőt levadászom, én megtehetem. Ilyen király vagyok. Viszont nem sebzenek, mert király vagyok. Nem sebzenek, mert a csákányom lejöttem király. Lejöttem egy szinten lejjebb, javaslom neked is. Maradjunk már egymás mellett, Léci. Egymás mellett fogunk maradni. Hiányzom.
Hát... hát így is mondhatjuk, csak nem. Itt is fákja. Itt voltunk már? Maradj ott, ahol vagy, Léci, megnézem ezt a járatot, de nincs itt semmi. Megyek vissza, követem a nevedet. Na, ebben a sorozatban se volt még ilyen, hogy bányászom. Úgyhogy mondjuk elkezdtünk, de hát ez nem számít igazán a hatosban. Szóval lehet, ahol random cuccok voltak, tehát így... Ja, igen. Az nagy mázli volt, vagy csak Meti akart nekünk nagyon segíteni, de... De nem olyanok egyébként, vannak is a játékban. Valószínűleg inkább az utóbbi szerintem. Nagyon megijesztettél, Kozi. Hú, nagyon durva megijesztettél, mikor felkiáltottál, hogy Creeper is megláttam az árnyékot mögötted. Akkor ennyi volt? Ha? Hol vagyunk? Még csak 43 blokk mélyen vagyunk, akkor én itt elkezdek folytatom az ásos lefele-fele. Sikerült felvennem Dédi mamát, tök jó. Tényleg? Aha. Ahogy Lady Gaga azt mondta, hogy 90 éves koráig fog koncertezni, de addigra a nevét már Dédi Gagára változtatja. Aj, most azért az olcsó poé miatt kellett kitalálnia, hogy... Á, mindegy, hagyjuk. Ez nagyon gagyi volt, Kozi. Ez nem az én poéjom, az... Tudom, a... de akkor is gagyi volt. Ez és mi az? Kossuth Rádió stand-up. Comedy show, nem tudom, hogy nézted, de kavar a zavaron. Nem, de... Nem nézted, hallgattad-e? Meg szoktam hallgatni a rádiókabarékat, illetőleg meg szoktam volt, de mostanában már nem, mert nem tudom, de több éven keresztül mindig meghallgattam. Na, elértem az alapkövet is. Mit találtam? Nothing. Nothing in all. És egy csákányom is elfogva. Ó, arany! Hát te merre vagy? Ide lent, Kozi. Tudod, mit épész rám, jó? Az a legbiztosabb. Kozi, épész rám, jó? Megtaláltam a lejáratodat. És jövök le utána, ott a kis komatya. Komatyácska skin. Komatyácska skin. Beszélj hangosabban. Jó. Nos. Erre jövök, jó? Idelen már nagyon nincsenek helyek. Reszón. Na! Már is megérte lejönni. Hol van? Akkor belefúrtam a talajba, és kiszedtem. 64 plusz 5 reszúrunk van. Nekem 4 aranyom és 8 vasam, az korán sem elég. Szerencse 10-es csákány. Vas! De azért nem kapsz izét. Azért nem. Azért nem kapsz dupát, de... A gyémánt én fogok, úgyhogy ha találok gyémántot, nem is meg please, mert... Ne haragudj. Nem, semmi gond, csak nekem maxon van a kajám és az életem is, szóval most megtehetem, hogy... Nem tudsz amúgy nekem kaját adni? Nem. Megettem az összeset, bocsi. Viszont minden izé... ide leteszek egy fákját, jó biztos, hogy kedvét. Minden állat ad fejet. Sőt, minden lény ad fejet. Tök jó. Szerinted, hogy téged megöllek, te is adsz fejet? Kozihed? Elvileg le tudsz fejezni valahogy, mármint, hogy... ismeret olyat, akinek sikerült, de... Azt tudom, hogy van bent ilyen... Miért teszünk be olyan pluginokat, amiket nem tudunk használni? Ezen gondolkoztál már? Nem, majd megkérdezzük a konfigosunkat. Ó, Redstone, megint! Különben mizét tagfelvételt tartunk, szóval most egy csomó új konfigost fogunk felvenni. 39 Redstone-om lett egy telérből. Egy csontváz, vagy az nem az? Nem, csak... Ja, egy az alapkő miatt... Ne add ki, üsd ki a csák, ez ne te háj. Fátja. Az alapkő miatt ilyen nagyon hülyék a fények. Na. Arany! Arany? Az nagyon jó dolog. Redstone. Szén. Szén. Én miért nem találok arany. Ilyen királyságokat? Redstone. Kifelkezzem, hogy a nézők is lássanak azért valamit. Ja, igen. Van egy bejelenteni való, amit valószínűleg elfelejtettem volna, ha most nem kapok isteni sugallatot. Mert hogy nem, csak egyszerűen eszembe jutott, szóval... Szóval bejelenteni valód van, igen, eddig. Az van egy bejelenteni valóm, hogy... Előtt megint elfelejtett. Staff felvételt tartunk, tehát staffokat keresünk a... Ezt mondtam most is, vagy én konfigost mondtam?
te konfigus és tag felvételről beszéltél, ami egészen más, mint a staff. De nem, nem várja, mert nem tag felvételt nem tartunk. Azt rosszul mondtam. Te vagy tartunk? Mondtad, rosszul mondtam. Nem, nem tartunk, én sem tudom róla. Nem, én sem. Szóval jó. Staffokat hát ha mi nem tudunk róla, akkor biztosan nem tartunk. Staffokat keresünk a szerverünk. Gyémánt! Találtál? 20 darab gyémántom lett két orrból. A szerencse 10. Én még azt nem találtam, de remélem, hogy is jön az ideje. Redstone, a szerencse sárkány nem segít abban, hogy szerencsésen találj dolgokat, de... Szén. Bár erre már nem is vettem észre, na mindegy. Szóval... A staff felvétel, akinek van kedve, az jelentkezzen a szerverünkre. Nem árt, hogyha tud konfigolni, mert mi nem tudunk, amint látjátok. Viszont... Viszont most jól mondtam, most staff felvételt mondtam, ugye? Igen, azt jó? Mondtad, és segítsen egy... tudni építkezni. Ja. Mert van egy, én nem van győzöm. Van egy Facebook oldalunk. A Creepy Head Hungry néven fut egyébként a Facebook oldal, de szerintem ez nem meglepő. És ott találtok további információkat. Picit görgesetek lefelé, mert azóta már került fölé egy csomó új dolog, de ott lesz egy csomó dolog. Van ott egy október 20-ai határidő, azt hiszem, de ez szártalan, tehát már ez a határidő, ez már így nem él, tehát még mindig keresünk staffokat, csak elfelejtettük módosítani a határidőt, ez azt jelenti, hogy még mindig staffokat keresünk. Nézzétek a Facebook oldalt, és jelentkezzetek, ha van kedvetek. Jó, azt hiszem a bejelentés rész véget ért. Jó, viszont Kozi, most megint abba kell hagyni egy pillanatra, mert... Már megint zaklatnak innen a hátam mögött. Jó, egy pillanat, jó? Valószínűleg megint ennem kell, vagy innom, mert ki fogok száradni. Mert volt egy ismerősünk is, ami ki szintén nem ivott eleget, és aztán teljesen kiszáradt, és olyan... Jó, inkább állítja, aztán majd elmesélem. Jó, rendben van. Jó, megtörtént a nagy eszmecsere. Kozi? Nekem van 20 gyémántom, azt hiszem. Neked mennyi van? Nekem nincs gyémántom, de cserébe rohadt sok resztó. Ja, jó, hát mondjuk azzal nem fogunk tudni, hogy mit fogunk kezdeni. Ó, nem is 20 van. Resztomból ezért fogunk tudni építeni majd szerkezeteket, amikor... Jó van. Na. Kapunyító meg egyéb szerkezeteket. Jó van, én elnézek erre. Oké. Okay. Abban maradt az ugás. Kozi? Kozi, hallasz? Kozi, talán! Kozi, itt vagy? Kozi? Itt, igen. Mi történt? Hol voltál? Nem. Én annyit láttam, hogy... De nem hallottalak, hol voltál, nem? Én ott álltam melletted végig, annyit láttam, hogy meghaltál valamitől. Basszus. Jó, itt spawnoltam a szigetünkön, tépézz rám, és vedd fel a cuccaimat, légy szíves, jó? Jó. Felvettem a cuccaidat. Itt vagyok. Áh, csontváz! Jó. Reaper. Megölöm őket, megöltem őket. Jó van. Az életpontom meg a, vagyis az izén megmaradt a, az XP-m, az megmarad, ez is valami plugin. Ups, mennyi izé. Kozi, ott nem volt dzsungelfa. Várj! Baszolat! Kozi? Igen? Figyelj! Nem lát. Ja. Nem tudod futni. Ez mi? Mármint ez így... Kozi, én azt gondolom, hogy bizony elért minket a kísértés és az átkozás, és igaz, hogy csak 15 percig voltunk, mert hogy még annyi sem, de jól lepusztult a ház, és a ház. Mint hogyha legalább 150 éve itt állna. Ezért építettem, Kozi. Na jó, láda... Baszd! Üres a láda! És itt volt még két láda.
Egy könyv, meg egy iránytű. Nézd meg a könyvet. Még nincs vége. Na jó van, odaadom neked az iránytűvet. Nincs szlotom, hogy felvegyem, úgyhogy gyere, állj ide elém, adom a cuccaidat. Jól van, rendben van. Volt egy csákányod, volt egy ilyened, volt egy ilyened, volt egy ilyened, volt nálad 34 gyémánt. Most már nálam van az iránytű, volt 31 fáklyád. Mondjuk a csontokat odaadom, adok neked egy kis szenet, és adok neked egy kis redstone-t. Teszem azt. Jó. Iránytű, berakjuk ennek a szén stacknek a helyére. Iránytű, nézzük az iránytűt. Merre is mutatok? Induljunk el arra, mert az iránytű mutat. De... mikor lesz ennek vége? Ennek az Kozi. Egész illetésnek és ennek kárta. Az egész illetésnek és kározatok. Most jó, most követjük az iránytűt, de... Nem emlékszel, hogy eddig mit csinált Meti? Hogy folyamatosan feladványokat meg... Figyelj, Kozi, én ezt meguntam. Oké, menjünk arra. Melyik égtáj az? Arra kell fel a nap. Arra mutat az iránytű, úgyhogy... Akkor az a... Ott kell fel a nap. Arra mutat, nem? Erre. Arra, igen. Na, hát akkor az a... Erre kell fel a nap. Nem tudom, az a valamelyik égtáj, jó? Ott, most ott, azt... ott van, ott kell, tehát... Jobbra van kellett, jó. Ez azt mondja, arra van észak, tehát délfelé. Délfelé. Kozi, figyelj, én most, ha jó beülök, te jössz velem, oda jó, megyünk, tehát... és... Meguntam, és befejezzük, befejezzük, hogyha nem, nem, mondjuk nincs fán. Nem tudom, hajszál pontosan egyenesen mutat. Szóval... Köszönjük, hogy velünk tartottatok a hosszú kalandjaink során. Kozi is köszöni, de... Hát mégis azt hiszem, hogy most már abba hagyjuk, mert... Igen, az a baj, hogy ennek tényleg nincs így igazán nincs értelme. Én már elvesztettem a hitemet. Azt a rohadt. Ja. Bassz meg. Ez azért... Basszus, Kozi! Ez valami nagyon durva. Most kezd el betöltődni a... Ez valami nagyon durva. Azt... Hát nem gondoltam volna, hogy tud újat mutatni, de ez azért... Brutális. Jó Isten! Ez nem igaz.